Üdvözlök mindenkit, én Axel vagyok, és hát most már hiába, ugye tegnap is mondtam, hogy nem tudom, hanyadik nap van pontosan, de most sem látom, mert ugye még mindig le van kicsit kicsinyítva a képernyőm, majd mindjárt lépek be a játékba, és csak ugye a beköszönés alatt mindig így van még, le van így kicsinyítve, és de hát ezt fejből is tudom, hogy 21. nap van, bizony, jön a harmadik horda, nem sokára érkezik. Hát annyi történt, nagyjából csak így dióhéjba elmondanám, hogy annyi történt, hogy hát ugye tegnap, aki itt volt, látta, aki nem, az nézze meg, hogy hát igazság szerint hát egy akkora tumultus jött ránk, pedig nem volt horda, csak ugye a sikítós hozta a kis Csernobilból szabadult kis zöld emberkéit. Köszönöm már a Andisnak, a Lúz meg is érkezett. És hogy hát lényeg az, hogy hát írtam is tegnap a videó alatt, hogy ez lőszergyilkos egy hordaváró, hát már is fogyott, ellőttük az összes, nem tudom, több száz lőszert, pisztoly, géppisztoly lőszert, majdnem az összes nyilaimat ellőttem, tehát szóval, na és akkor itt álltunk, hogy hoppá, nincs lőszer, úgyhogy most amennyi időnk volt, azt én is mentem sétálni, meg a többiek is, lőszergyártás, minden, mentünk vasat farmoltunk, meg minden, hogy legyen lőszer, legyen minden, és megszedtük a rengeteg fészkeket, kerestük, mentünk gyalog, a szélrózsa minden irányába, kerestük a fészkeket, hogy legyen toll, meg minden, szóval ilyenekkel foglalatoskodtunk, és így napközben, és hát itt lényeg az, hogy most itt vagyunk, úgyhogy Andrisnál is lehet amúgy nézni a live-ot, mindjárt be is kapcsolom a többieket, csak gyorsan a cseten végignézem, hogy itt volt cset neki Máté, itt van Attila, nem tudom, hogy ő bejön-e végül játszani. Kossiálaszi ugye itt van, Andris is itt van velünk, majd a játékban, Banáns Gyót üdvözlöm, megkülönböztetett szeretettel és figyelemmel, mint nagy Seven Days to Die-ost, aztán görgetek lefele, ők jót beszélgettek itt, úgyhogy csak görgetek. Szia Letti! Még mindig görgetek. Kis Sándor, azaz Róka is itt lesz a játékban. Szevasz Ferencem! Üdvözöllek téged is. Hexilis, szia! Jó, Bóvi is itt van. Na hát, üdvözöllek téged is. Démon Hill is. Nagy Dániel. Mindjárt leérek most már az aljára. Jól van, nagyjából. Nagyjából olvastam a szövegeket, de főleg, hát most már nem tudom azért mindent végigolvasni, azt írja még Ferenc, ezt elolvasom, kitartok vagytok, én 30. nap feladtam, megvárom a véglegest. Na, hát bekapcsolom a többieket, és akkor beszélünk róla, ugyanis ma is voltam egy frissítés, és akkor meg is beszéljük, hogy mik változtak, vagy mik a tapasztalatok. De úgy hallom, jön is valami, jönnek a pókok. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Ott ugrál a kis drága. Agyonveritek szegény pókot? Kiharapta a pókot a sarokból, vagy nem, de ez volt? Megint ugyanazt csinálja, mint az előtt, hogy ott állok mellette, gyakorlatilag, mintha nem lenne ott. Ja, igen. De mi ez a vérzés? Vérzés? Miféle vérzés van? Róka mondja, hogy ő nem látja nagyon a zombikat, hát az érdekes. Igen, na. Újraindítom a Steam-et, ismételtem. Ja, hát igen, hát ezt lépje ki meg vissza. A lényeg az, hogy mi látjuk őket, tehát elvileg lehet őket látni, az a lényeg. Na, tehát Andrisnál is lehet nézni, gondolom már be is indult, üdvözöljük az ottani nézőket is, és... Sziasztok! És akkor itt van velem, ja, Magor is már ugye bent van, Kostya Laci most a főnök, jó, és akkor jön Róka is majd vissza. Imi van még velünk, meg hát lehet, hogy majd még csatlakozik más, majd látjuk, hogy ja, igen, Lacát őt várjuk, csak elment még vacsorázni, úgyhogy ő is jönni fog. Na, hát ugye ott van az a másik hordaváról, és ott terveztük, hogy fogunk majd valamit csinálni, hát itt én is gyártottam egy csomó, hát ugye ezek ilyen kis kőhegyűek, nem érdekes, de azért van egy kis rendesebb lőszer is mellé, úgyhogy na majd meglátjuk, meg még most is még elindulok megint, aztán még valamiket még most is szedegetek még, megpróbálok tollakat, okay. Vagy ezt, azt, amazt. Nem tudom, Andis bátyám, te nem akarsz velem jönni?
Vagy te még most... Most lép be. Most lép be, látod. Jól van. Na, mik a tapasztalatok? Ti mit tudtok mesélni a mai nap, mert ugye bent voltunk majd egy pár órát. Jobb, mint volt. Magor. Bagok még vannak benne. Axel, akkor menjünk el kettem valamire randalírozni? Hát meg gyűjtögetni konkrétan, jó lenne elmenni még, mert én arra gondoltam, hát van nálam kis javító is, kis követ is még hoznánk haza, hát az kell lenni. De fog. Láttuk. Na, én amit... Hová tűnt démon hír. Tehát én amit, én akkor kicsit bővebben megpróbálom mondani a tapasztalatokat. Tehát... hát elég sok mindent írtak ebbe is, ugye most megint állítottak, én úgy láttam, hogy ugye változtattak például az éhezésen, hogy gyorsabban éhezzünk, én úgy olvastam, hozzad a mocidat, rakjál egy motorkát, vagy menjünk gyalog, hát végül gyalog is mehet. Ja. Aztán kraftolásokon is, némely kraftolásokon is változtattak, vagy csak azon gondolkozom, melyik irányba menjünk keletre, jó? Kelet. Jó, vezessél, mester. Csak ugye itt kövek már szét vannak ütve, azért elmenjünk egy kicsit messzebbre. Aztán majd még közben beszélgetünk, hogyha... Ezt a nagy hegyet azért kikerüljük, ezt nem másszuk meg. Na, és bent vagyok ismét. Zsír. Mint ahogy gyorsabban menne a motor. Na, hát azt nem tudom, hogy egyébként... Ti hogy látjátok, mint nézők, de igazából mi mindannyian, akik itt bent vagyunk, mi úgy látjuk, hogy szebb lett a grafika. Hát úgy is kezdődött az egész dolog, hogyha meglátunk Andris valamilyen, tehát kőhalmokat, vagy valahol, ott megállunk, és akkor kezdünk farmolni, csak egyelőre még nem látok köveket. Na, itt van már az első kő, na ott is vannak. Akkor itt lehet, itt valahol szerintem megálltunk. Én is rakom a motort a zsebembe, hogy jöjjön velem. Ja, te azzal ütöd. Ó, van itt már, aki keménykedik. Várjunk már, akkor mi már erre jöttünk? Kelet. Akkor én megyek erre a dombra. Már itt na. Is hagyott az első másodperc. Tehát mi azt látjuk, most éppen itt egész konkrétan nem tudok mutatni virágot, majd lehet, hogy ja, itt vannak virágok. Azt mondják a többiek, hogy szebbek lettek a növények, már ugye nem csak itt, hanem ugye volt egy kis kertecskénk, és a kertnél is, hogy mások. Hát ezt most mindenki dönts el magától, hogy most lekapcsolom már a lámpát. Lehet, hogy tényleg változtattak a növényeken is, de az biztos, hogy ugye úgy kezdődött az egész dolog, hogy mindenkinek defaultra, tehát ilyen alapértelmezetre visszaállították a beállításait, tehát amikor beléptünk a játékba, szia Kata! Szia! És akkor onnantól tehát újra a Celsius fokot, a grafikát, a zenét kivenni a menüből, meg szóval mindent újra kellett beállítani, tehát így kezdődött mindenkinél, nem tudom valami miatt, de ezt írták is a leírásba, hogy azt vissza van állítva, és de ettől függetlenül ugye én is felhúztam ilyen ultra grafikán van igazából, és én nem tudom, én így néztem a fákat, mert minden én tök szépnek látom, már úgy közelről is, amikor megnézem, jövök én további kelet fele. De a többiek is azt mondták, hogy talán szebb lett a növények, vagy ilyesmi. De csak talán. Igen, hát ezt szóltak volna előtt, hogy az ember jó merett tekintettel nézze, és akkor jó megnéztük volna, de a fene gondolta, hogy ezen változtatnak, hogy most össze tudjuk hasonlítani, nem tudom. Azt láttam még, hogy gyorsítottak a zombikon, a zombi, meg a ferálloknak a sebességén. Én úgy láttam, hogy gyorsítottak. Láttam valaki zaklatott téged. Igen.
Aztán, hát ugye én most, nyilván most lövöldözés lesz, tehát én, ugye ami pontjaim voltak a tegnapi nagy csetepaté után, meg minden, én megmondom őszintén, hogy elkezdtem itt rápakolgatni itt a legelsőnél, a headshotra például, és tényleg mostanában már sima kőhegyű nyilveszővel is le tudom szakítani a zombik fejét, illetve ugye rátettem erre is, tehát, hogy itt emeli a fegyvereknek a sebzését. Úgyhogy erre pakoltam, csak hát itt a következő, az megint 3 pont lenne, hogy tehát és elköltöttem így ezekre a lövöldözésre, költöttem most a pénzem, mert hát lövöldözni fogunk ennél, ezen a horde, ez most olyan lesz. Kivittél a biciklimet? Nem tudom. Ártatlan vagyok, nálam motorbicikli van csak. De ha jó kisfiú leszel, neked is csinálok majd biciklit. Ha van bicikli. Akkor motorbiciklit. Csak valaki elvitte. De az én biciklimet is például én beraktam a valamelyik ládába, ott, az is ott kell, hogy legyen. Van itt egy 33%-os, de ez nem az ennyi. Azt nem tudom. Én egy jobbat hagytam ott, ami majdnem teljesen jó volt. Én benhagytam a benzines, azt hiszem a benzines ládikába hagytam annak idején, amikor lecseréltem. Én Ferenc szégyelni valahogy? Hagyjuk. Azt se tudja, hogy mi az. Nem téged kérdeztek engem, köszi. Szóval jön. Majd azt írta Ferenc, hogy ne szégyeld magad, Axel még 2000 csákánnyal farmol. Nem tudom, én nem vagyok ilyen nagy augeres, nem tudom, soha nem szerettem, de nem tudom, na mindegy, én nem tudom, én jobban szeretem ütni a köveket. Igaz, hogy nem is ástam el, így több kilométert a sivatagig a föld alatt, az is igaz, hogy mint ahogy Noéminek volt a szokása, meg úgy vannak ilyen, akkor Paska Norbi is ilyeneket csinált, meg lehet, hogy Imi is csinált ilyet, nem tudom ilyeneket, de szóval én nem tudom, én az úgy, ez is soha nem izgatott ez a kérdés. Úgyhogy az, ami meg kell, azt meg így összeszedtem. Együtt és itt hagysz! Én nem itt vagyok, én nem mentem el, nem tudom ki volt itt. 73 az Andris, 42 méter Laci, Kostya Laci volt itt még. Én nem mernélek itt hagyni, mert aztán kikapok. Nem kapnák, hogy XP-t, ha itt hagynám. Na hát, hogy nagyjából ilyeneket csináltunk itt egész nap. Ezek a zombik olyan messziről észrevesznek, hogy valami hihetetlen. De azért is szedegetjük még, hogy legyen még egy kis... Ez Laci bácsi, el akar engem ütni. Kelet. Megyek tovább kelet felé. Te várj, merre vagy, Andis? Te elmentél amarra. Már lassan kimész, már 90 méterre vagy. 70. Ja, itt jön egy barátunk. Apá, rád akart menni. Vajon, hogy ilyen sokat talál. Meg ne halljál itt nekem, Laci! Még a horda most fog jönni. Maga közben meg hajnám szépen. Csak horda előtt. Megütöttek? Vérzel? Az a helyzet, hogy kipróbáltam ma, én is bementem single playerbe, kipróbálni, hogy mi változott, vagy mi hogy volt, és olyan ragyogóan, tehát sima bármivel, olyan ragyogóan tudtam ütni őket, hátrajövök, ütöttem, hátrajövök, itt a szerón ez nem működik, tehát itt olyan pofonokat kapok gyerekek, olyan lagok vannak, hogy fú, tehát teljesen más, hogy működik itt a szeró. Nein, nem piszkál. Én szét csokkod. Találtam egy nővérkét. Egy izontinit. Na, fel fog kellene, fel bizony. Milyen színű vagy? Gondolom Imi volt ez a biciklis huligán, aki elől lelőttem. Erre kellett. Biciklifutár vagy.
Ja. Úgyhogy készülgetünk nagyban, nagyban a hordára, de most legfőbb dolog az nekünk legfőképpen lőszer. Ja, és hát kipróbáltam gyerekek egy dolgot, ez is egy nagyon érdekes, a single playerbe próbáltam ki. Szia Lajos! Szia! Ez Andris az nem gatyázik. Ezt a sok vizet kirakta be, Rüni. Szia Peti! Én nem. Kicsit visszáblapozok már, mert itt el voltam foglalva, hogy magammal. Elbeszélgetek itt magammal. Szia Mikey! Na, hát kipróbáltam egy dolgot, de az is egy nagyon érdekes dolog volt, elmondom nektek, hogy mert írtak valamit, hogy nem teljesen értettem a dolgot, valahogy úgy fordítottam le, vagy úgy valahogy lehetett ezt fordítani, hogy vannak valami blokkok, amik állítottak rajta, hogy amiket kikerülnek a zombik. Gondolom, hogy előtte, gondolom én, hogy ütötték, és most kikerülik. És ezt elkezdtem nézni, hogy vajon az mire is vonatkozik pontosan, és hát single playerbe elkezdtem beraktam a hagyományos, vigyázz, ott van mögötted, Laci, ott van mögötted, mondom, ott van mögötted, ott van még mindig mögötted. Kapjuk-e? Az egyébként, most már nem. Nézzél szét, mindig körbe-körbe kell, még a fát is úgy kell vágni, nem látod Redinél, hogy úgy vágta a fát, hogy közben így forgott körbe, meg a követ is. Mint ha a rászba jelent, szana. Igen. Na, és hogy végigmondjam már a dolgot, hogy leraktam ugye a beton blokkokat, vagy tök mindegy, hogy cobblestone, vagy miből, mindegyiket ütötték, raktam én szögleteset, kör alakút, már úgy értem, hogy ilyen oszlopszerűen pillárokat, teljesen pilléreket magyarul. Tehát raktam, ugyanúgy ütötték, tehát nem igazán, hát abban nem változott semmit. És tök véletlenül, hát fogtam és az oszlopokra, tehát ezekre a blokkokra, oszlopokra rátettem kívülről egy, hát a sima ilyen vasrács borítást, amit mi is használunk, kívülről. Na és akkor az történt, hogy mondjuk ez itt az oszlop, jött így a zombi, ugyanúgy ment oda, mint máskor, hogy oda megy, hogy szétüsse, csak így oda megy, megfordul, elmegy, megint visszamegy, oda megy, megfordul, elmegy, és ezt csinálja, és nem kezdi el ütni azáltal, pedig ott van az oszlop, csak körbe van, be van borítva ilyen vasráccsal. Úgyhogy nagyon érdekes tapasztalat volt. Egyetlen egy nagy baj van, hogy ezt egy zombinál ez működik, még kettőnél is valószínűleg működik, de amikor ugye tömegével jönnek, már pedig tegnap este is láttuk, hogy ezek tömegével jönnek, és valami az útkeresésük miatt olyan, hogy ők tudják, mindegyik abba az pont azon az úton akar menni mindegyik. Ja, Mikey. Mindig azon az úton akarnak menni, és oda gyűlnek, egy ekkora kis pici területre gyűlik oda az a rengeteg sok zombi, és az a baj, hogy és onnantól kezdve viszont mindegyik üti a másikat, nem férnek el, ugrálnak egymásra, és ütnek, és azáltal viszont elkezdik ütni az oszlopot. Tehát, de azért mondom, hogy az már egy nagyon érdekes előrehaladás volt, hogy oda megy egy zombi, oda megy, és nem kezdte elütni, amiatt, hogy be volt borítva. Ez egy nagyon érdekes dolog. Kejfej Jancsi, hány órára? Andris, nálatok mi újság? Egyáltalán mi újság? Hát a te streameden, vagy valami. Szia, Animal Kingdom. Ez is Dani, gondolom. Ez Dani, ez valami. Jobban. Hoppá.
Van, van nálam 730 vaj. Kellett, én még mindig tartanám magam kellett. Szia Lajos! Axel, te mennyi vasnál tartasz? Hát jó, köszi, 363, de tudom, hogy Augerrel máshogy megy a dolog, úgyhogy... Kifogyott a benzin, na, hát akkor... nincsen elfogyott, két megszűnt létezni. Na, ugye? Most van a csináld magad mozgalom, tessék csinálni. Kézzel. Ja. Most már az van. Akkor például most is, na most például látszik, tehát változtattak például azon, hogy ugye ilyenkor éles a kép, amikor elkezdek valamit csinálni, most vagy célzok, vagy bármi. Na mindegy, akkor inkább célzok, mert akkor... Tehát elkezdek célozni, ugye homályosodik, mert ugye ez egy beállításban benne, hogy elkezd homályosodni, és elvileg a cél az, ami éles. És hogy a homályosság eddig homályosabb volt, és ezen a homályosságon ezt visszábettek, hogy ne legyen annyira homályos meg. Tehát vannak ilyen és ehhez hasonló dolgokat változtattak, viszont odaírták, hogy az ismert hibák, hogy például a járműveken nem működik a lámpa, és akkor így megnyugodtunk, hogy nem csak nálunk van a gond, hanem... Nem működik a lámpa. Igen, de kiderült, hogy tehát tényleg nem egy kiegészítő kell bele, meg nem azért, hanem tényleg rossz, nem működik a lámpa. Megnyugodtunk. Te egy őrült Discord zombi, nem akarod a vadászt? Micsodát? A farkas, nem akarod levadászni? Hát megbeszéltük live előtt, hogy te vagy a farkas. Hol van farkas? Hát lőd le. Vagyis csak volt. Építesz egy ugyanolyat, mint amit a vaddisznóknál csináltunk, azt kész, és akkor nyugodtan lőheted. Ez csak egy farkas volt eddig. Hát, jó van, csak... Egyet belelőttem a fejébe, meghal volt. Szerencsé. Ahol egy van, ott lesz több is. Ja. Vigyázz, mert hívja a rokonokat is. A róka tudja. A rókák azok, igen. Ez farkas, nem róka. Mondtam, hogy ahol egy van, ott lesz több. Nem javították ki a remegő kereket, pedig én is mondtam, hogy az nem lenne pedig egy nagy dolog kijavítani, de még az remeg még mindig. De csak a sajátunk. Tehát az a vicc, hogy én a sajátomat látom remegni, mondjuk az Imiét vagy az Andisét nem, ők is csak sajátjukat látják remegni, az enyémet nem. Tehát hát mindenki a sajátját látja köszönöm remegni. Köszönöm a lúcot. Az nagyon érdekes. Én is köszönöm a lúcokat, mert most látom, hogy igen, róka küldte, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Ja, és akkor én úgy láttam, hogy várjátok már most, lehet, hogy keverem, az, lehet, hogy ez tegnap volt, hogy nagyobbat tudnak ugrani a zombik, a pók is, meg a, hiszem, a ferálok is. De ez már lehet, hogy ez tegnap volt, nem is most volt. De az biztos, hogy tegnap jó nagyokat ugrált pókom a... Ha nem tudnám ki az, akkor is tudom, hogy az Emily, mert ő szeret Lee-vel lövöldözni, mivel Magnummal. Annál ősebb fegyverben. Ford Felénnek kezdődött 555-tel a telefonszáma, sőt abban azt mondták, hogy csak az amerikai filmekben szokott 555-tel kezdődni minden telefonszám, és tényleg most nekem a vasoknak a száma is 555-tel kezdődik, akkor lehet feltárcsázok valakit. Kit hívjunk fel? Van egy nyuszi. Találtam egy. Találtam egy táskát, új, 600. zseblámpánk is meglett, jó. Tizenöt óra. Hangos időjelzést adunk, bip. Andris, mi van veled, hogy megy le az életed? Nekem nem megy le az életem, már nem. Hát lent van, az biztos, én meg szomjas vagyok.
Foglalkoz a szalmasával. Mert Andris, ő ilyen kemény legény, hogy őt nem hagyják meg az ilyen dolgok, hogy kaphat egy-két pofont, ő megy, és igenis üti őket. Csak néha ő is kap egy. Igen, nem úgy, mint egyesek. Az a baj, hogy... Nem érzed keménynek valami? Nem, az a baj, hogy eléggé lagol a szeru ahhoz, hogy pont ezt mondtam az előbb, hogy single playerbe, de ezt így nem annyira, így nem látod, ha most, de azon viszont észrevevődik nagyon is, hogy single playerbe a zombik nem tudnak megütni, tehát én is megütöm, hátrajövök, mellé jut, megütöm, hátrajövök, mellé jut. Hát itt nem tudok úgy hátrafele menni, nem tudok olyan gyorsan hátrafele menni, hogy ne kapjak még egy pofont. Tehát itt egyszerűen nem, ez itt máshogy működik, itt nem olyan, itt úgy lehet verekedni, hogyha nagyon biztosan megyek, és együttéssel valahogy leküldöm a földre, vagy valami, de vagy úgy, hogy én Joe-nál láttam ilyet, hogy szia Danu, hogy mert én is alkalmaztam ezt, sőt randomnál, és azt hiszem láttam ilyeneket. Tehát, hogy itt ez a módszer működik, hogy az ember megüti, vagy meglövi, és akkor nem hátrál, hanem előrefele fut. És láthatólag az illogikusnak tűnik, de abban az esetben nem tudják megütni, mert arra nincsenek felkészülve, de hogyha hátrálok, akkor küldi a parasztlángőt, és az eltalálhat könnyedén. Ebetű, megyünk ebetű fele, vagy merre menjünk még. Ott is zombi van. Majd nézzük azt, mert ott is van kő. Sőt, lehet, hogy van több is. Na szóval nem tudom ti, hogy látjátok, hogy többen mondták, hogy mint hogyha változtak volna, hogy szebbek lennének ezek a virágok. Ott a kertünknél a kis kertünket. Na, nézd már, ilyen vadmotorosok járkálnak itt. Bocsi, kilőttem a vesédet, nem baj? Van még másik. Csak a vesét. Csak a lefejét. Szóval most sima kő nyílhegyekkel lövök, és azért, hogy tettem egy kicsit ezzel a kis lövetyűs képességemre, azért érződik, hogy sokkal erősebbeket tudok még ezzel a legegyszerűbb nyílveszőkkel is lőni, úgyhogy majd, na hát kíváncsi leszek. Az biztos, hogy hát olyan hasonló tömegre számítunk, mint ami tegnap este is volt. Csak harcol akkor. Mondjuk igen, a hordánál egy dologra lehet ezért számítani, hogy remélhetőleg éjfélkor vége lesz, mert ez a tegnapi sikítós, ennek ugye ez ilyen non-stop jönnének, tehát hogy a sikítós nem ölöd meg, akkor hív egy másik sikítóst, meg egy másikat, és akkor egyszerűen sosincs vége a bulinak, de mondjuk a hordánál legalább előfordulhat remélhetőleg, hogy egyszer vége lesz. Ugye a föld is kapott egy ilyen érdekes borítást, és hát például Magor mondta, csak azért, hogy a külseje, hogy mennyit változott, mert meg a halszemoptika, hogy ő is például eddig ilyen salátásnak látta például a füvet, Magor, és most ugye lement a frissítés, meg ugye defaultozta a beállításokat, mire visszarakott mindent, és most ő is füvet lát a fűnél. Tehát, hogy azért mondom, hogy így ez a tapasztalat, hogy mintha javult volna, vagy lehet, hogy optimalizáltak a játékon, mert mint hogyha szebb lenne. Hát én is ugye fel, meg is nézhetjük, de én nem, most nem nagyon állítgattam rajta, mert ugye levették, először is levették ugye mindenkinek, nekem is médiumra, tehát közepesre, és akkor én most fogtam, rányomtam a fullra, csak annyi, hogy ezt a motion blurt viszont kikapcsoltam, mert ez is be volt kapcsolva, és akkor ezáltal ilyen customra változott, de gyakorlatilag most ilyen ultra, meg ilyen nem tudom, ilyenekre van. Hát mindegy, én csak felnyomtam a legnagyobbra, aztán majd látjuk, mi lesz. De remélem, hogy látható, tehát hogy remélem, hogy a streamben nem okoz problémát, de még az is lehet, hogy okozhatna, mert tényleg nem tudja az ember, amikor ekkora változtatások vannak egy játéknál, hogy mit okoz. Szevasz! Sumo-kám! Találkozgatsz emberekkel csak úgy?
ilyen turista találkozó, ez hogy lettem a hasával, amikor a fejére céloztam, azt nem tudom. Szidbok. Mutja a fejedet. Te meg felkeltél? Paraszt felkelés volt, Cimbi. De neki arra fogalma sincs ennyi az. Itt van még két fiatalember, kis gyűjtjük a kis XP-ket. Ti se fogtok jönni este a többiekkel, igaz? Megoldjuk a kérdést. Na, te még felkelsz? Még egy utolsót, igaz? Még egy utolsó, csak itt volt a kis kövecském. Jövök kövezni. Mennyi van ebből? 122. Azért... Hát éjszakára kell csomó nyilvessző, mert az biztos, hogy sok kell majd. Na. Olyan sok kell, hogy nagyon sok. Repairozzunk egyet. Attól, hogy a textúrában így változtattak, ugye ezeket ilyen érdekes falevélszerű, hogy is mondják, okat beletettek. Sokkal nehezebb megtalálni a fészkeket, mert az ember azt hiszi, hogy ott van, és akkor közben nem. Tehát ilyen érdekesen néz itt ki. De hát szokjuk a látványt. Így bizony. Ugye ilyenkor is, amikor ütöttem, elhomályosult ugye a háttér. És most nem, tehát abból lejjebb vettek, tehát most nem annyira homályosul el. Megjött Laci, de hogy merre lehet ez Andris? Azt mondod, Miklós, hogy ott bárhova lőhetem a célkereszten belül? Hát majd este kipróbáljuk, lesz majd. Csak az a baj, hogy az sokkal... Én azért nem... Ilyenkor egy-egy ember jön, akkor még csak oké, csak amikor olyan nagy tömeg van, mint ami volt, akkor sokkal lassabb még, ugye rácélzok, még mire... Ezért, tehát azért nem nagyon szoktam olyan nagyon sokat ott olyankor totojázni vele. Hogy állunk? 8-11. Ez már egy másik fajta telefonszám. Ja nem, az a 9-11. Akkor még gyűjtse egy százat. Várjunk, kelet, még mindig kelet. Nálam is most már van 403. Vagy. És azon gondolkozom, hogy most mint hogyha... Ja, van egy. Mert most végül is azt megtehetném, hogy itt teszek rá még a... Mi ez a block damage? Ez pedig a harvestelés. De nem tudok rátenni, igen, mert először erre kellene rátegyek ide kettőt. Ja, hát, na ezek a trükkök most, hogy erre rá kell tegyek kettőt, és akkor utána lehetne tovább lépni, és addig nem tudok tovább lépni. Jó, akkor ezt egyelőre ki is hagyom.
Ugye ezeket nyomtam én fejjel, csak most itt megálltam, mert most ugye mit elosztottuk, hogy ki mit fejleszt. Én is majd szeretnék, persze jó lenne autó, mert akkor ketten tudnánk egy autóba beülni, csak ugye itt is most az a baj, hogy 4 ponttal lehet tovább lépni, és ahhoz, és akkor ettől leszünk 8-asok, csak ráadásul ugye ez a 9-es szinten lehetne tovább menni a 4-szer, tehát de egész sok pont kell ahhoz, hogy az ember egy autót, tehát most ehhez, ahhoz képest, ahol ma vagyunk, és akkor inkább nem ezt kezdtem el fejleszteni. De majd még szerintem azt is, ami most van, azt ráteszem még a lövési képességre még. Az kell majd most este, hogy tudjunk lőni. Sziasztok, drágáim! Itt van a zombi társadalom. Az jó. Zombi nemzet. Aha. Tehát úgy mondod, hogy össze a bal gombbal nyomjam, ami felhúzza. Hát igen. Hát igen. Jó, majd gyakoroljuk este, lesz mind gyakorolni. De megyek, ott nagyon sok kő van. De szerintem nem lesznek annyira nagyon messze, hogy nagyon kelljen rájuk célozni, mert ez nem egy ilyen nagy távolsági lövés lesz. Azért nem is nagyon szoktam igazából így ezt a célzást nagyon használni. De hogy sokat kell majd lőjünk, azt tuti. Egy motor alakú kő, mindjárt szétütöm. Nem bántam motor alakú köveket. Hát miért? Eddig talált már medve alakú követ, hát most én mire találtam volna motor alakú követ. Na 17-28, hát lassan majd elindulhatunk vissza, mert hát minek üssük a követ, ha nem olvasztjuk be, szóval meg akkor még lőszert kell csinálni, még ezt a kis keveset itt szétaprítjuk, ha már itt vagyunk. És akkor utána mocikázunk hazafele. Moci-boci. Hát az ott kis jön, az egy lángoló csávó. Ja, az onnan jön az a lángoló. Ó, egyelek meg. Ó, egyelek meg. De szép vagy. Ugyan nem adtál semmit, de egy XP-t csak adtál. Ja, nézzük majd mennyinél is lesz nekem most a következő váltás. 7000, hát durván 8000, az nem olyan nagyon sok, mert ugye ad nekünk, hát itt a köveket is, ha ütöm, ugye folyamatosan adja az XP-ket. Hát ez nem olyan nagyon sok. És akkor ráadásul ugye egymás öléseiből, a sajátunkból is, ugye egymásnak adogatjuk, tehát viszonylag nem olyan sok. Gyorsan jönnek a kis pontok utána. Na jó, komám, te leszel az utolsó, jó? Meg te. Te meg te. A régi házban van még valakinek ágya? Szerintem nem is. Hát gondolom, nincs. Pinkinek. A Pinkinek majd felhívjuk a figyelmét, hogy... Ön nem már sűrűbben bejelentkezik. Igen, vagy jöjjön, jöjjön. De úgyse ott fog éledni az ágyánál, mert nem... Ő majd oda fog éledni, ahol kilépett, úgyhogy... Na jó. És az a ház? És az... Hát nem tudom, hogy hol lépett ki. Házban lépett ki. De ő ott volt a hordavárónál is szerintem. Nem? Nem tudom. De nem volt. Ne, az volt én a baj, nem bírt volt. De szemetelj, Axel. Hát a kis fű volt csak. Itt van 1, 2, 3 darab ágy. Na lépj a fűre inkább, szép, de... Hogy lett az 91 Mimi? A motor. Hát rámész kövekre, az lemegy, hát azzal nem tudsz mit csinálni. Sérül. Ja,
Van ilyen ugratógomb, bár mondjuk a biciklin van, itt motoron nincs, szerintem. Ó, de ügyes voltam. Ezt nem hiszitek el, hogy addig nyomogattam itt az ugrálás, hogy beragadó billentyűt nyomtam. Ah, francba már. Beragadó billentyűt érzékelt. Még egyszer átmegyek rajta. Aha. Itt nem nehéz akármit is találni, amin átmegyünk. Na itt is egy azt csomó hittem. Kő, de most már itt hagyjuk. Tollastúl mindenestül. Ez milyen irányba volt? Ez, hát ez majd kelet. Jó, hát mégis kelet fele mentünk, de hát kicsit csalingázva mentünk keletre. Itt volt a szét nagy dombunk. Na most rohadjak meg, felmegyek a dombra. Hát ha valami víz van a túloldalán, aztán beleesünk. Aha, már török. Iha. Ajaj, még elütni se foglak tudni. Hát tényleg nem tudtam elütni. Alig bír, mert fölmenni. Aha. Ilyen messzire elkolbászoltunk, gyalog? Az igen. Elvittelek benneteket sétálni? Velem. Na, megjöttünk a Forest. Ez most innentől a Forest nevű játék. És itt a horda várunk. Kanyar kisbarátom. Gyere, zsebi baba. Ugye csináltunk már egy ilyen kis rámpát, mert az a baj, hogy az olyan hülye játék, hogy na, hát ez meg még hülye dolog. Na szóval, hogy amikor mire felugráltunk oda, az a lényeg, tehát az alatt elfogyott a stamina, és már nem tudtunk utána. Még egy ilyen kell menni. Lámlik is mennyi. Ja. Ja, ugrok. Jön a szén. Ugrik, jó van. Szavaz, Zoli. Beragadó, hát beragad a rohadék, képzeld el. Ilyen kackiás bajuszod van, mint egy lovagnak. Mesterházi Attila. Ez nem tudom, ez itt tartjuk. Az a feltűnő. Fú, várjátok, mutatok már valamit. Ezt a kendis cukorkát, ezt ma találtam egy, hát valamilyen szemétbe, ugye az úton, amikor teljesen, vagy egy táskában, nem tudom már micsoda. És akkor néztem, hogy mit lehet ezzel csinálni, megenni, elnyalogatni, vagy valami, és nézzetek, milyen hegyes a vége. Ez nem tudom most, hogy a karácsony miatt tették be, vagy ez én most találtam először ilyet. És itt azt mutatja, hogy milyen a támadás, blokksebzés, meg mindent, tehát vicc, hogy... Ilyen kis cukorkával, nyalókával fogunk embert ölni. Na szóval azt kerestem, hogy hol lenne, vagy a kraftolás, most már megtaláltam. Mire kipakolok, addigra megtaláltam, hogy ez a kraftolásban van az összes többi zseblámpa. Vajon mi van itt nekem? Ja, tojás, az talán nem ide. Mondjuk ez is jó, mert ide meg ezt tesszük be. Mindent teszem mindenhol?
Igen, nagyon kell vigyázni velem. Nem sőr, lehetek már akkor. Most én mit nem találok? Én azt nem tudom. De most tényleg a tojást. Nem tudom. Az ézi alatt van. Campfire alatt. Hát az... Ja, itt van, én nem tudom miért nem... Jó, tényleg. Ezt kerestem, csak nem tudom miért. Kereste, de nem találtad. Ja. Á, már... Öreg ember, nem vén ember, vagy nem így van a mondás. Vak vagyok egyszerűen, csak hívjuk így. Ezt ide bedobjuk. 8 évesen már vak vagyok, szóval. Már 8 évesen, teljesen meg vagyok. Jó, és akkor ezt én bedobom itt valahova, amelyik működik. Ez működik, de végülis ennyi erővel működhet ez is. Ja, még ez is működhet. Összes működik, nem csak egyet. Az is működhet. És akkor van 133 nekem, akkor én csinálok. Hát még akkor ilyet is, akkor mennyit? Pont 133-at. Ez nem olyan sok idő, és akkor azt még összekalapáljuk, összehajítjuk. Hogy álltok? Mindenkinek tele van a gatyesz? Ajjaj. Stimen. Ja, az vagyok, Bóvi. Most már mindegy. Szia, Norvég. Szia. Hát Attila, neked is itt lenne a helyed. Ő csak GTA-ra jön, tudod. Á, pedig... Nagyon fincsi kis horda vár ránk. Majd GTA-ra jön, biztos. Közben elkezdem ezt gyártani. Jól van, na megnézzük akkor még, hogy ezt mire fogom tenni, mert hát egy pontom van, és ezt csak ráteszem még egy kis képességre, csak itt azt hiszem, hogy ide már, ja ide 3 pont kell, oda nem tudok tenni, ide se, akkor nem teszem rá semmire, nagyon hurrá. Nagyon hurrá van erő, ugye azt beszéltük, hogy erre se tudom rátenni, mert ide is, ide 2 pont kell. Erre szintén, ide vagy 4 pont, na hurrá. Erre akarom rátenni, itt is 2 pont kell. És akkor már csak egy kérdés, hogy viszont akkor erre, ide is elkezdtem tenni erre a kajás dologra, még arra lehet, hogy rá tudok, igen, arra egy pontot rá tudok, hogy ne legyek olyan éhes. Mert hát na, kaja. Úgyhogy akkor erre az egyre tudtam tenni, most akkor rátettem erre, és hogy mégiscsak legyen már, mert ez elvileg már 30%-ot visszavesz nekem a kaja meg vízből, vesztésből, tehát ugye 50%-ig lehet ezt így fejleszteni, de hát sajnos kell ezzel is foglalkozni, nincs mit tenni. Persze. Ja, tegnapi frissítéssel került bele a cukorka meg a Mikulással, akkor na szuper. Akkor a célunk Mikulással kell találni. Én azt olvasom már, hogy mit írt Attila, hogy megjelöllek hátra észre. Ja, hogy ja, azért jelölted meg, hogy ezt elolvassam. Na, ezt egyébként jól tetted, mert így legalább tényleg ezt sokszor elmondtuk már, hogy aki konkrétan nekem ír, mert van, hogy csak egymással beszélgettek, ugye olyan is előfordul, de hogyha konkrétan nekem akartok valami olyat, akkor az könnyebben észreveszem a cseten, hogyha így megjelölitek, tehát hogy ki jelölitek, hogyha mondjam, tehát a kukacot egy elébe teszitek, és akkor aznak én pirossal Vagy csak úgy is, kinek hogy tetszik, vagy ki hogy szereti, csak az a lényeg, hogy én pirosan látom, akkor az nekem jobban kitűnik onnan. Az narancssárga.
Ó, hogy mi vagy te, iskolás vagy? Így belekötsz nem mindenbe? Nem, de az nem. Hol laksz te? Ott, ahol te nem. Üdes kölyök, hol laksz te? Jaj, még a követ, is, követ is kihajítom. Jó. Jó, és akkor közben akkor lesz, csináltunk egy kis nyilvesszőket. Ezzel talán már... Jaj, köszönöm szépen Zoli, boldog ünnepeket. Én is viszont kívánok nektek nagyon boldog ünnepeket. Oké, Feri is mondja, hogy el. Hát... Letti már nem jár iskolába. Majd én is gondoltam egyébként rá, hogy valami kis ünnepi dolgot csinálni, de még nem állt össze, de szerintem majd, de szerintem tényleg úgy is eszembe juttattátok, mert azért így vészesen, nagyon-nagyon gyorsan közelednek így az ünnepek, és én is szeretnék majd, hát semmi olyan komoly, csak hát olyat, hogy ugye egy másfajta intro, tehát egy másfajta bejelentkezés, vagy kijelentkezés, ugye játékból, tehát egy ilyen ünnepi hangulatú valami, de az teljesen igazatok van, hogy már most így eszembe is juttattátok. Szia PC Games! Úgyhogy, ja, van bicikli, motor, autó, sőt még ilyen, hát ilyen helikopterszerű valami is. Úgyhogy majd tényleg meg is csinálom, és akkor, sőt nem is, szóval meg is van már csinálva, csak még nem tettem be. És azon gondolkozom, hogy akár már végül is bele tudnám tenni, hát akkor egy nem tudom beletenni, mert akkor az OBS-be kéne beletenni, de hogyha én most elkezdek itt átkattingatni, most azon gondolkoztam, hogyha én kimennék innen most így az OBS-be, és elkezdek átkattingatni, de akkor azt nem is, de azt is látjátok, hogy én mit állítok be, tehát az úgy... Csak azt látja, hogy hát miért te nem játékfelvételben nyomoltad, akkor említenek, hogyha két abolsz, akkor nem látnak semmit belőle, csak azt, hogy... De átkattintok egy másik felvételbe, tudod? Tehát és akkor onnantól kezdve... Tudod, mert vannak ezek a kis hát, egymás alatt, ahogy neked is betettük, és onnantól, hogy az átkattintom, és onnantól kezdve akkor azt már látják, tehát az úgy, akkor itt most azt nem tudom át. Azt de mindegy, majd holnaptól. Jó, ezt most magamban így átgondoltam. Jó, majd holnaptól csinálunk, tehát most nem tudok már ünnepi hangulatot varázsolni ide. Jó, ha most bionom, csináltunk valami. Hát igen, építünk egy karácsonyfát, és Imi lefesti zöldre. Mondjuk annyi fenyőfa van itt, hogy nem, nincs rá szükség. Várjál meg, hol vagy, Andis? Ja, itt vagy. Mert, igen, Danulnak nagyon tetszik a szemüveged. Azt írta, hogy Andis az az okuláré. Jól van, 20 óra 20. Hát szerintem nekem is itt van nálam egy kis enni-innivaló. Szerintem az elég lesz, azzal kihúzzuk. És akkor mehetünk, szerintem mindenki egyen valamit, amit tud, és utána szerintem mehetünk is át. Oké. Mehetünk is át. Az jó. Én ezért kerestem volna egy kis... Hajt! Kösz Attila! Kösz szépen! Szerintem ennek is nem kell ilyen sok. Fegyverjavító van valakinek egyébként? Na most csinálok. Micsoda? Fegyverjavítót. Az jó, hogyha csinálsz, mert azt el fogunk használni, szóval az fegyvert nem az, nem mindegy, de fegyvert az biztos fogunk használni, úgyhogy azok kopni nem fognak. 5 darab duct tape volt, úgyhogy abból sok nem lesz. Mit is gondoltam én, ja, ezt, hogy innen nem sokat, csak valamennyit ide teszünk még magunknak, hogyha az mondjuk a későbbiekre... Ma átkattintok, holnap kattintsak B-t, jó? Ma átmondok, holnap legyen. Na, hát én szerintem lassan mehetünk, mert 8:30 van. Kedvetek jönni? Vagy Róka, azt te tudod itt kézbe is csinálni, vagy... Fegyverjavítót? Persze, tudom. De akkor viszem magammal. Beleraktam a fegyverlőszerekbe, de akkor ne viszem oda. De sötét van. Jól van. Na,
Egyedül? Na, itt már nézem, hogy itt fenn, de már tök egyedül vagyok, nincs itt senkinek a jele, úgyhogy jól van, megyek majd össze, akkor utolsó csukja a kaput, már Zrínyi is megmondta. Zrínyi? Vagy nem ő mondta? Lehetséges. Na, sötét. Igazgatom. Ezt a hordavárot is becsukjuk, ide ne jöjjön senki. És akkor egy nagy nekifutás, várjon már, lámpát kapcsolunk. Eltévedünk. Eltévedünk. Boldog ünnepet mindenkinek, én is még már most Letti is beírta a csetre, akkor még egyszer elmondom. Jaj, ugye hapcizok, hogyha nem vigyázunk. Hát eddig bírja a stamina, az kemény azért. De hoztam magammal a kaját, majd felturbózzuk, csak hát na. Csak hát na, hát a bérnek. És ja, most direkt ki lett világ. Én feltettem amúgy a sok, nem tudom, megtaláltátok-e. Jó, hogy itt lehet most már lefele is lőni, vagy ez eddig is így volt? Vagy ez... Na, most csináltam. Ugye, mert nekem nem tűnt fel, hogy így lett volna. Ja, hogy itt, mert itt ajtó volt. Ja, fú, basszus, most nézem, hogy itt, persze, hát itt korábban ajtó volt, és ez be lett falazva. Aha, tényleg. Jó. Na, hát viszont visszatérve egyébként, mert olvastam a cseten, én is visszanéztem ezt a csatát, ami itt este volt, és olvastam a cseten, amiket itt írkáltatok, hát én nem tudtam olvasni, mert itt csata volt, ugyebár. Azt a hármat nem hogy... azt fölölthetnéd. Mit csináljak? Azt a három tábortüzet, azt gyújts is be szerintem, mert azt nem érem. Hát jó. 3x9, 27. Jó, hát elosztom, ami nálam van. Na, szóval, hogy azt beszéltük. Mártok, ez nem jó így most már, megfelezzük. Azt beszéltük, így meg beszéltétek itt a cseten, hogy ide tenni kéne inkább lassítót, azt beszéltétek. Tehát valamilyen szöges drót, vagy valami. Csak mondja, én is mondtam Magornak, hogy mit szól, mit gondol erre az ötletről, hogy igen, mert ezt belassítaná őket. Csak mondta azt, hogy ez nem jó, mert hogy mert ő is látott erről így videókat, vagy nézte így a tapasztalatokat, hogy ha jönnek, ugye ezek beleakadnak, mert vannak itt drótakadályok, vagy valami, és ezek képesek, ugye, hát mit csinálnak, nem tud haladni, akkor ráugrik a másik fejére, meg a másik fejére, és onnantól aztán jön a galiba, mert onnantól már viszont be tud oda ugrani, és akkor mindenféle zűrzavar tud keletkezni, tehát azért mondta, hogy azért nincsenek például ilyen drótakadály, meg ilyenek, hanem ez van hely. Helyette. Mert ugyanis ugye a mi hordavárunknál is az a probléma, hogy ott ugye összegyűlnek egy helyen, mert már nincs hova menjenek, mert ott vagyunk velük szemben, nincs hova menni, és akkor összegyűlnek egy nagy tömegbe. Itt viszont ugye jönnek a zombik, tigri-ti, mennek, lépnek kettőt, leesnek. És megvan a folyamatos körforgásuk, tehát nincs az, hogy itt megállnak, és, hanem leesik, és újra kezdődik a kör nekik, hogy újra lent van, újra elindulnak fel, és ezt a körkörös mozgást itt ezáltal gyakorlatilag biztosítjuk nekik, hogy el legyenek foglalva ezzel a folyamatos futkározással, és ezáltal működik ez a fajta hordaváró, hogy nem állnak meg, tehát nincs az, hogy odaállnak, mert megérkeztek egy hordaváróhoz, megállnak, és akkor ütik, hanem mennek folyamatosan, menniük kell valahova. Tehát ezáltal működik. Na, jövök most már, mert kezdek itt félni. Ilyen előhorda is szokott ilyenkor jönni mindig. Ja, most már ide is lett téve ilyen kis sétafikáló hely. Jó van, örülök neki akkor. Jó, itt megnézzük fent, itt nem nagyon változott semmi. Hát biztos nem változott semmi. Nézzük már, ja itt van egy kis fa, akkor visszacsinálok már. Ezt még ezért én tettem bele, azt hiszem, a múltkor, de akkor csinálok már magamnak egy kis wood frame-et, mert ugye el vagyok árulva fakeret nélkül. Laci, egy partit légy szíves, köszi. Pásztor úr?
Na igen, és akkor itt is úgy látom, mert itt ugye fakeretek voltak, de okulva abból, ami tegnap volt. Ez tök jó, hogy... tök jó ez a trader, hogy itt van közel, mert ez olyan, mint egy zsebóra, egy ébresztő óra, ez szól nekünk, hogy mindjárt 10 óra, tűnés. Belül ne legyen senki. Igen, és mert ugye valakik itt bent voltak, azért is törtek ide be, mert nem tudom miért, de valakik, és ezt beszéltük, hogy már korábban is, hogy nem jó ide állni, mert hát akkor nyilván ide jönnek, és azért jöttek ide be tegnap, mert amíg itt vagyunk kint, addig eszük ágába sincs oda bemenni, hát most már le is van zárva, de na lényeg az, hogy ide nem jó ide bejönni, de ha mégis, akkor meg most már innen még könnyebb őket lelőni. Tegnap rossz volt ugye a fakereten keresztül. Te mondtátok, hogy nem jó célzok, de hát dehogy nem. Szevasz Géza, csak hát ilyen fakereten keresztül. Tehát fakereten keresztül, ugye én is féltem, hogy szétlövöm a fakeretet, vagy mit tudom, nem lehetett látni normálisan, hogy hova lövök. Ez itt csak fa, úgyhogy arra vigyázzatok, 300-as. Már hogy... Parácsa. Itt belül. A széle, mondod. Nem, ez belül. Ja, hogy alul mondod? Igen, csak ez van. Ja, hogy ez farács, ez nem is vas. Igen, mert 300 HP-s, a keret meg 50. Ja, aha. Ja, ez akkor... Vas. Ja, ez a vas, jó van. Most látom én csak különbséget. Jó, hát akkor... Ha rendőr onnan hány, akkor azért... Akkor hány az óra, Wecker úr, akkor jobb, hogyha itt állunk mi is a kövön. Szia, Nosi! Ott jön az első kis sikítőpánka, ha jól látom. 11 óránál. Hogy lesz az ünnepi nyitvatartás? Kérdezi Danu. Hát én megmondom őszintén, hogy én gondoltam arra, és pont ma mondtam Andisnak is, hogy én ugye minden nap az év szinte, hát az nem mondhatnám, hogy 365 napján, mert nyáron is tartottam egy hónap nyári szünetet, de én arra gondoltam, hogy akár most télen is tartok egy téli szünetet, mert ugye azért minden nap szoktam itt egy átlagban 3 órát, azért itt vagyok minden nap, és szerintem azért sokkal többet streamelek, mint egy átlag streamer, tehát azért egyrészt minden nap, másrészt meg óraszámba is, és arra gondoltam, hogy lehet, még arra is nem biztos, hogy úgy lesz, de arra gondoltam, hogy én is csinálok egy ilyen családbarát téli szünetet magamnak, és nem mondom, hogy teljesen kijön, de elképzelhető, hogy egy kicsit inkább lazítok majd. Lehet, hogy inkább lazítok majd. Én erre is gondoltam. Magyi vannak. Nagyon jó. Még nem azt csinálják, amit akarunk. Ja, most már jön. Jönnek a gyerekek, most már jó van. Na, Laciat ellövöm először, mert ebből kevés van. Szabad bántani. Ja, elfogyott. Na és akkor most áttérünk. Áttérünk erre. Kám az XP-k csúnyán, ott a jobb alsó sorukban azt lehet látni, hogy jönnek. Hogy... Merébb. A lábújadat nem szeretném eljönni. Na jó.
Na, rendőr, rendőr bácsi mennyi ellen. Mennyi rendőr van itt? Várjatok már, rendőr bácsi ellen. Kicsit más. Rendőr bácsi. A fel fog robbani. Tudom, egy de nagy csata van, kölykök. Leesett a feje. Magor, igen, igen. Magornak kicsit az életedet tupírozzad. Bejöttük is egy. Szóval megjöttünk. Igen, ezt mondjuk vártam már, hogy mikor lesz ilyen. Vártam, mikor lesz ilyen. Szép csata van, igaz? Jelvezzük. Hát itt állunk nagyon a szélén. A staminám az mibe fogy, amikor csak lövöldözök? Hát valahogy lélegezni kell. Megint kaptam.
jönnek a katonák. Dobban nagy lángtengerbe, hogy hol az ellenség. Valószínűleg a célzás miatt megy. Na, bejutnak. Majd majd kiszedjük őket. Nem, mi van? Hát ide még nem jutottak be. Itt azért már valódi csata van, nem úgy, mint 16-ban. Hát nem. Keményebben tolják. Kicsit aprítani kell őket. Vigyázz! Adjak gyógyítót? Hol vagy? Tessék? Van valami? Ja. Egy gyógyszerűt nálam. Ez egy never ending story. Ez úgy, mint hogyha úgy jönnek, mintha soha véget nem akarna érni. Hát, bent vannak, de most meg ott ki akarnak menni már. Ez olyan, mint egy igazi házasság. Aki kint van, be akar jutni, aki bent van, ki akar jutni. Na. Fogynak azért most már. Vagy mindenki benn van a házban. Hát még azért. Hogy szaladnak befele. Szevasz, töki! Maradj itt! Ne menj sehol! Látom, itt még komolyan kell venni a csatát. Végre már. Egy emberbe mennyit bele kell jönni. Kezd vége lenni a bulinak. Így gyerekek. Hát valószínűleg amiatt egyébként. Teljesen igazatok van. Más nem csinálom. Na, kicsit én megszomjaztam. Megéheztem. Csönd van.
szép, nyugodt... Mi csak volt? Szép, nyugodt kedd este. Ez jó volt. Mint a 600 darab nyilvesszőből maradt 300. Igen. Ja, nézzük, hogy nálam is mi a statisztika, de hát igen, elfogyott. Én is előttem a 762-esek, sokat előttem. Négy pontom le. Azt én is megnézem, hogy nekem mennyi van, nekem 3. Viszont akkor azt néztük, hogy ide nem tudok tenni, meg 4 kell. Erre elvileg azt nem tudok tenni, erre, na erre kell 3. És ezt, hát erre még tehetnék éppenséggel. Erre tehetnék, vagy várok még egy kicsit, de hát nem tudom. Jó, nem költöm el egyből. Sőt, hát igazából itt van még ez. Itt mennyit kell erre tegyek? Jó, ja, csak 2 kéne. Úgyhogy lehet, hogy ezt, és akkor innen valamit, valamelyiket. Jó, hát ezt majd mi meglátjuk. Igen, én ezt már mondjuk vártam már tegnap is, hogy itt be fognak-e tudni jönni, mert itt, az nyitva volt itt ez az ajtó, és ez csak idő kérdése volt, hogy ez a pókok ide bejönnek hozzá. Ide visszaraktam a 2 kötszert, köszönöm. Ja, de nyugodtan használjad, hogyha kell. Nem kell, most már majd. Akkor jó. Nem tudom, hova tetted, de... ahol valamit itt tároltál, a fákjákat, meg a... Ja, ide. Ott van benne a fegyverje. Ja, tényleg egy kicsit javítsunk már egyet. Igen, a kis AK-m az rosszul járt. De még a pisztolyom is. Kamasz el is romba. Ó, ez nem is elég hozzá. Húha. Azért az, az tényleg eléggé legatyásodott. Az szép. Hát ilyen fegyverjavítót ezt viszont csinálni kell még, mert ez... Ragasztószal. Ragasztószalak. 5 darab volt otthon, azt mind megcsináltam. Ha, nem baj. Ha. Srácok, ha láttok az útszélén ezt a... Szia, Nika! Szia, Fefe! Véres valamiket, azt szedjétek össze, az 2 csontot. Ja, hogy... Magor? Igen. Tudod, mire gondoltam? Arra, hogy ezt az egész házat telítömhetnék betonnal. Hogy... Igen, de... Köpködő madár. Na itt jön egy madár, de hol? Várjunk már. Ho 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 vág. Ho. Várjunk csak. Nem látok. Az árnyékát láttam a földön. Yes, most már a földön van. Közben meg felülről jött. Most már itt van a földön. Ó, eltűnt a kert. Nem. A kertet én leszett. Ezt is így helyben hagyták ezt. Szépen szétszették. Befoltozom. Szia, Enigma. Ja, itt van Enigma is. Hello. Szia, Enigma. Hamarabb észrevettem, mint te. Hehehehe.
Jól van, hát nem tudom, nektek hogy tetszett ez a, ez a horda várózás itt? Ez jobb volt szerintem. Látványosan. Igen, tehát az a jó amúgy benne, amit mondtam is az elején, hogy ugye itt nem állnak meg, tehát itt folyamatos mozgás van, ugye mennek így körbe-körbe. És ezáltal tud végül is jó lenni. Nem állnak meg egy helyen. Igen. Elfogyott a beton? Nem. Szia, Csoni! Nem, itt van, Szia, Csoni! Ha nem jöttél be, jó buli volt. Jövettél volna. Van még ide átbeton? Szerintem csak nálam van. De ott a ládában ott vannak azok a lépcsőjelle meg cobblestone-ból, hogyha azt be tudod leforgatni, ahol hiányzik a följáróból. Blackstone wedge tip. Igen, azokból valamelyik, nem tudom melyik hiányzik. Ezekből is szétverték. Hát lehet. Vagy szétlőttük. Az is lehet. Megvan. Hát érdekes megoldás, nem tudom ti is, hogy látjátok, de érdekes megoldás, hogy valamiért ők mégis úgy érzik, hogy onnan át tudnak odaugrani, és közben meg leesnek. Úgyhogy kis butuskák. És hát gondolom, hogy ennek is amúgy jelentősége van, hogy itt ezek a kis lapok ide vannak még téve. Mert ez is ugye egy teljes blokkot nézünk, akkor, és lehet, hogy ezek, amik így végleg meghűítik őket. Ezek a kis betonlapok. Nem, Magor? Hát elméletileg akkor ott összeköttetik van. Tehát ők úgy érzékelik, igen, ez közben meg... Közben itt van Luke Skywalker, és leesnek. Na, hát érdekes. Na, Laci. Nem tudod eldönteni, merre menj? Nem. Hát igen, az útkeresésük, igen, tehát és ez azt használja ki Danu, tehát hogy az útkeresésüket feljavították, és akkor ezt, hát ha már feljavították, akkor az előnyükből mi is ugye kovácsolunk előnyt, akkor kihasználjuk, és hát ez erre van. Elég érdekes helyen van neked az a nyilvesszor. Amúgy hát nem tudom, Danu, mondtad te is a te hordavárodat, abból az lett már próbálva? Tehát lett valami fejlemény már azzal, hogy alulról lövitek őket? Jó, hogy ez még nem ilyen beton, az még... Ja, most lesz ja, mérő. Zsebre raktam, nem itt vagy. Amúgy viszont itt lehetne egy tök jó ugratót csinálni, most ezen meghallottam a motor hangot, és közben nézek itt felfele.
Abban gondolkodsz? Nem, csak így meghallottam, mint valaki motorozik. Én meg pont nézek egy ilyen ugratót. De az is lehet, hogy rámegyek motorról, és akkor elkezdi szétdúrni az egészet, mint ahogy amit építünk, mert jártunk már úgy, hogy így ki volt betonozva a hordváró körbe, és akkor a motor meg biciklivel is, hogyha rámentünk, és akkor elkezdte szétdarálni az egészet. Szóval úgyhogy nem szívesen mennék rá. Hát úgy, amúgy szerintünk jól működött, nem tudom, hogy láttátok, de... Szerintem is. De amúgy, amúgy jó volt szerintem. Nem tudom, miért akartak ezeket a lángba mászni. Mert ugye, mert odaálltunk a pereméhez hátra, és azért, hogy tudjuk őket lőni ide lefele. És ezáltal szerintem ők már eleve ütötték a falat, mert hogy mi is ott álltunk a falnak a tetején vagy a szélén. És eleve már azért... Úgyhogy ide végül is lehetne, ide ugyanúgy, hát ami itt is volt alul, olyan csapdát tenni, meg ide a falra is, hogy hát mégiscsak jobban sebzi őket, ha már ennyire akarnak ide jönni. Hamar ledarálták. Mi is annak a tüskének a neve? Hát, hogyha beírod, hogy trap, mint csapda, akkor kiadja a csapdákat. Vagy a mikroszkopoknál adja ezeket a... csapdás. Iron spikes, trap. Megtaláltad? Aha, meg elkezdtem gyártani. Na. Van nálam. Találtál betont? Ne, hoztam. Bázisról. Ja. Rács zavarta be őket, hogy rács van. Hát azon nyilván rendőr is megpróbált áthányni. Köszi Csikbarónak az 544. Lucánál tart. Ez itt egy nyílvessző. Iron Crossbow. Tehát ugye rendőr az nem tud áthányni a vasrácson, de azért próbálkozik. Hát igen, másrésztről meg nyilván mérüti a falat, mert hogy benne van ezekben a kis birkákban, hogy üssék a falat. Tehát, úgyhogy itt vannak a falnál, és akkor az a dolguk, hogy üssék a falat. Ha nem akar működni, keszről kell. Egészségedre. Hamarosan az lesz. Szia, Zoli. Szia. Jó, hát egyébként Attila mondja, hogy Andisnak nem lesz meg az 500 feledkozó karácsonyig, de hát ő 400-at tervezte a karácsonyig, tehát az meg már meglett. Így van. Azért ez is érdekes, hogy
hogy régebben még a 16-osnál azt is furcsáltuk, de az még hagyján, hogy ott még azért így jó, lement a nagy üzem, de utána azért ilyenkor mindig két zombi az még úgy mindig jött, úgy egész hajnal 4-ig, itt teljesen vége szokott lenni, tehát amióta az Alfa 17 van, éjfél körül vége, és akkor tényleg vége. Hol? Igen, és amikor ugranak, akkor azon szoktak néha megállni ezen a pont azon. De hogy fejleszted a fát? Fejleszteni fát? Kicsit fejleszted fát? Hát igen, itt most már azért kellenek helyrehajtási munkálatok egy-egy horda után. Ugye a tegnapi után is kellett, pedig az nem is volt horda, de azután is azért kellett, de hát most már vége van annak a vidámságnak, hogy csinálunk egy ilyen kis rásos hordavárót, amit nem ütnek, tehát és akkor vége a hordának, akkor semmi felújításra nincs szükség, szóval ez most már így másfajta hordák vannak. Most már kemény. Ja, jól van, de szerintem tök jó, úgyhogy szerintem legközelebb is ide jövünk. Ez lesz a Magor féle hordaváró, én már is neveztem, ez a neve. Mondtam, de is még egyszer. Értem neked privátban. De ahogy nézem, két tábortüzet szét is. Igen, azt néztem én is, hogy azt vagy szétlőttük, vagy ők ütötték szét, de hát az se lehetetlen, hogy mi lőttük szét, tudja a fene. Állatok ezek. Tábortüzeket szétverték, állatok. Mi ez egy tábortüzek? Agyatlanok. Ti menni akartok GTA-zni utána? Kicsoda. Mindenkinek ilyen elegáns szemüvege van, Róka, neked is. Nézem, már nekem mind van, de... Betékenket? Szerintem nekem is olyan van amúgy. Nézd már engem, Róka, nekem is olyan szemüvegem van? Nem, nekem pilóta. Ja, nekem pilóta? Hát akkor én nekem pilóta is. Mert szeretem a pilóta kekszet. Szereted kell. Tudod, ezzel okosabbnak látszom. Ja, úgy nézel ki, mint aki sokat szokott olvasni, és ettől kicsit meggyengült a látása. Lacin például nincs. Mert ő olyan kemény, hogy nem hord. Szemüveg. Nincs, munkavédelmi szemüveg. Aha. Ha belefröccsen a zombi vér, aztán átalakulsz, mit csinálunk veled? Meg kell lőjünk. Szement. Van vitamin. De nem is szoktunk, szerintem még mindig nem. Én Alfa 17-ben még soha nem fertőződtem meg, de szerintem ti se. Igaz? Még nem. Ugye, tehát az még most valahogy nincs bekapcsolva. Az egy érdekes dolog. Illetve single playerben már igen, úgy érdekes, de itt a Serum még egyszer se. Még egyet ide csinálsz, hogy... Ahogy meg... csinálok. Én már akkor nem. Még 4-et csinál. Azt néztem, ja most az egész... Nézzük nekünk. Belet rácsúzva. Mm-hmm.
Hát igen, mert az is egy érdekes dolog lehetett volna, pont a mai tapasztalat alapján, hogy erre a betonra tenni így a vasrácsot, bár ez lehet, hogy ez is fa. Nem, ez vas lehet, gondolom én. És rátenni így a falra, mert hogy... Hát ezt próbáljátok ki, most letöröltem már, mert ugye streameltem, de csak ilyen... Ilyen nem publikusként a linket ugye átküldtem a többieknek, és akkor néztük, hogy, hogy mit csinálnak, vagy hogy, mai single playerbe. És tényleg, hogyha így, így rátettem a vas rácsokat az oszlopra, tehát csináltam ilyen oszlopokat, akkor, akkor így oda mentek hozzá, visszafordult. Ott visszament, mint ami meg akarja ütni, mert a sima oszlopokat ütik, de hogy oda ment, visszafordult, oda, és nem kezdte elütni azáltal, hogy körbevettem az oszlopokat ilyen vasráccsal. Ez egy érdekes dolog. Na, 4 óra. Jó, hát mire jön reggel, addigra fel lett újítva minden, meg volt a house, de most már csak Pinky kéne, hogy lefessük egy kicsit, és kész, vége. Vége? Mi az, hogy vége? Hát nem, hát mire jön a hajnal 4, addigra a lakás fel van újítva, a horda után, tehát érdekes, nem? Aha. Mindenki forfangos. Inverk. Vagy igen, mert másik lehetőség, hát én eddig még például nem vettem meg ilyen... Csak melyik lehet a lőszergyártás, az melyikben van lőszergyártás? Ezek nem azok. Szerintem az ebbe kéne, hogy legyen. Lehetséges, hogy abból. Igen, mert ebben lehet például az Advanced Engineeringben vannak ilyenek, hogy Workbench, akkor a fűrész, crossbow, összetett így, bányás sisak, alap, ilyen elektronikus alkatrészek. Következőben már buska, pisztoly, stb. Soti, és a többi. Aztán AK, és a többi. De az még mindig nem a lőszer, vagy a lőszert, azt lehet, hogy mindenki tudja csinálni. Standard ammunition. De van írva. Hát, te kereksz erre. De ezek nem olyanok. Ez nem az, de itt ezekben meg nem tudom, vagy ebbe. Mondjuk ebbe is önképpenséggel lehet. Yes, science. Vagy melyikbe? Yeah, science. Intellect. Igen, abban vagyok. És olyan, hogy yeah, tudomány. Fortyagolombik. Chemistry Station, ja, Standard Ammunition, akkor bomba. Ja, Chemistry, ja, ezt én megvettem. Ja, igen, akkor viszont Standard Ammunition, akkor ezeket én viszont már megvettem, így van, csőbomba. Aha. Ja, igen, ezt megvettem, hogy tudok, igen, a üzemanyagot is. Dinamit, légszűrőbomba, stb. Military... Rakéták. Battery bank. Aha, jó, akkor viszont én tudok... Mit szeretnél rakétával? Viszont akkor tudok olyat. Nem, és ez csak akkor viszont én tudok lőszert, jól van. Ezt mindig magor csinálta, de akkor jól van.
Akkor azt szépen. Akkor szép. Ja, nem is azért, csak hogy nem is néztem eddig. Eddig nem néztem, de akkor... Akkor, akkor 44-es Magnum lőszernek lehet megjelni, legyen. Mindenki gyártsa saját magának, hé-hé. De nekem nincs meg. Nekem hát sincs meg, szóval te perjél, hajtsál érte, hogy meglegyen. Axel, hova itt vagy lent? Hát itt ez a lámpas egy... 129 puskapor van. Ah. Axel, nézd, várjál, menjünk valami fényesebb helyre, hogy nézd maga a... Puskaport, azt csinálunk. Hát, sisakot, ami rajtam van. Nagyon szép vagy. Szép vagy, szép vagy, szebb a napnál. Hogy van tovább? Nem egy keveset, az be is raktam a... Nem vagy szebb a... Gyártam. Ugye? Van, aki tudja. Hogy ne tudnál? Indítottam neked imit. Gyönyörű. Undorító vagy. Hogy talán egy fokkal úgy nézel ki, mint a Mad Max-ba a fővezet. És tényleg. Jó, mert én szoktam hazahozni sokat, és akkor jól van. Hát ilyet majd nekiállunk, mert nem akarom én mindig másoktól elvenni, ellövöldözöm itt a sok lőszer. De hát, na ez van. De hogy lövöd el mindent? Pont az ellenkezője, te termeled. Ja. Hát mondjuk hoztunk haza sokat. Elosztottuk a munkát, mert van, aki itthon dolgozott, van, akik megjártak keresgélni. Ja. Valaki szakácskodott. Van, aki a szakács... Takács. Így van. Mindenki beletett. Persze szerintem a négy ember volt, amit szerettünk volna, nem a horda. Na, viszont Andis komám. Hát ugye itt nagyon készültünk erre a hordára, és hát ugye jött ez a frissítés, de igazából ugye nem mentünk például házakat nézni, hogy változott-e valami, hogy van kedvetek eljönni egy kicsit házakba? Maradt még lőszer nálatok annyi, hogy elinduljon? Megmaradt. Maradt. Akkor visszamegyek. 762-es volt nálam, abból maradt majdnem. Hát már nem csináltál semmit. Fönt voltam háztető. Csonnal lőttem őket. De ki látta? Na, senki nem hát látta. Fent hepázott, és ő miatt, na látod, elárulta, hogy fenn volt a háztetőn, és ő miatta törtek be a házba, mert ott volt fenn a háztetőn. Na, melyik városba menjünk? Nézzünk ki egy várost. Kezdjük úgy, hogy megvársz egy kicsit. De érdekes, ez a térkép is. Hát ez eddig, ez a rész nem fekete volt, vagy milyen volt? Én nem is néztem amelyik a térképet. Ez most mondasz. Ilyen nagyon világít az egész térkép, olyan furcsa. Na, Róka. Na. Ő döntötted a biciklimet. Még közel sem voltam hozzá. Közel sem. Átmentél rajta. Hosszába. Na, én bejelöltem egy pontot. Most már motorral mondjuk. Ott kanalaztuk valahogy össze Pinkit azon a helyen. És... Menjünk el arra fel, ott is van egy kisebb város. Ezért mondom, szevasz Ákos. Azért mondom, hogy onnan kanalaztuk össze akkor Pinkit, viszont akkor... Merre van ez? Várjunk. Houston pont hátrafele, dél. Jó. Kérlek szépen, az itt van. Dél. Hopp egy trader. Viszont azt beszéltük, hogy igazából nem nagyon láttunk más trédert, ezt az egyet láttuk, de most már azért így figyeljük már, hogy látunk trédert, vagy nem. Én úgy emlékszem, vezetett arra valami út, sőt, itt van. 2,3 kilométerre találtam meg a trédert. Jesszusom, hogy nem lehet látni, gyerekek. Osz már meg velünk. Megosztottam. Jesszusom, fejelveszem, esküszöm ezért, tehát semmit nem lehet látni ebből az útból. Így hogy lehet így motorozni? Hát elméletileg már fényes nappal van. Ja, fényes. Csak a vörös hold még világ.
Fényes a fenét, tehát nem lehet semmit látni. Hát mondom, hogy hol vörös hord világít. Tudom, de hát, hogy ugye nem csinálták még meg. De hát, hogy kinyitnál a szemed. De nem csináltak még meg a játékban, mert pont ezt néztem, hogy hibák, stb. És hogy nem csinálták még meg, hogy világítsanak a motorok. Hát ezt így, hogy lehet így. Hát fölkapcsolod a sisakodat, és úgy még. Ja, hát azzal aztán pont nem láttam semmit. Sajnos. Hát ez az, hogy az előző mapon ott egymást érték a traderek, az érdekes, igen. Tehát azon is biztos változtattak. Kis map volt. Hát akkor is, ott nagyon sok volt. Hát de akkor is meg kicsi volt. Az meg nagyobb, és nagyobb területen van szétszórva. Azt hittem erre vagy? Én elindultam dél-keleti irányba. Ezen az arra úton. Igen, tehát ami ott a hordaváró előttem mennek ketten már. Igen, Emily megy elől, meg Andris is. Akkor utánatok jövök, jaja. Mindjárt ott vagyok. No. Hopp, itt vagyunk. Itt vagyunk, egy kis kérdés, hogy melyik úton menjünk. Járt utat a járatlan ér, menjünk ezen. Ennek is vége van, de király, hát akkor marad a terepmotorozás. Hoppá, egy. Ho. Mindennek van határa. Azt mondod. Neki mentem egy kőnek. Én meg neked. Ja, te jössz mögöttem? Akartam mondani, hogy mit fékezget előttem. Na, Imi már talált egy malackát. Neki már malaca van. Na, neki már nyithat egy egész sertés telepet lassan. Itt egy házikó. De ez csak egy olyasmi ház, ami nálunk is át lett alakítva, tehát ez egy ilyen kis semmilyen. Hopp, egy lók! Itt valaki kincset ásott, csak nem temette be. Vigyázzatok! Ember nyugodtan megy az úton, ez meg belém jön! Kellene kivenni, vigyázz! Hát igen, adott kettőt. Csak megláttam ezt a csontot, kivettem belőle. Róka, vigyázzál! Adjak gyógyító cuccot? Van. Jó. Uram, kérem, maradjon velünk és ne fulladjon meg. Ja, itt is van még egy. Gyűjtöm a csontot, de itt is, ezt is megnézhetjük végül is, mert... Ezt a tanyát nézzük. Szerintem itt nagyon rohantunk annak idején, lejjebb eszem most már a gammán, csak ugye itt nem nagyon néztük meg ezeket a helyeket, mert amúgy is kiköptük a tüdőnket, amikor itt jöttünk Pinkyért, és rohantunk haza ugye, mert jött az este. Annak idején. Ez pedig egy használható. Az határozottan. Na, ti oda bementek, akkor én meg benézek ide. Itt van az ajtó. Járt itt. Azt hittem, hogy erre fel a nagyobb városba jössz. Na mindegy. Hát itt... Na mindegy, benézek, de... Ezért ez még nem... Nem termelődött újra a loot, úgyhogy innen kijövünk. Majd nem jössz erre fel, amerre én jövök. A nagyobb városba. Megyünk, csak itt megálltunk a csontot összeszedni, mert az nagyon kell. Melyik az én macim ez? Hát melyik lenne, amelyiknek remeg az? Ja, amelyiknek nem remeg, az 100%-os volt. Képzeld, Axel. Na. Bugos a kukorica. Milyen? Bugos a kukorit. Mert az jó, az mert jó. Az milyen? Ja, hogy szeded és adja és nem tűnik igen, el. Igen, olyan, mint a fa. Aha. Olyan, mint a fa.
Andris, ő egy rózsaszín. Andris, nem mondjuk el senkinek, hogy te lettél a Pinky. Hozzám nem illik az a szín, jó? Pedig te kaptad meg. Ja. Sajnos, ja? Mert Pinkynek nem adományozta, kész, ez van. És erről Pinky is tud? Még nem tud. Nem kereskedő. Szerintem vissza fog érezni, és akkor tudni fog róla. Menjek én vissza? Vaj, leszállok a motorról, és nem tudom merre van az előre, és merre a hátra. Na, nekem sajnos mennem kell. Oké. Okay. De kár! Szia! Erre? Talán. Azért jó, hogy itt hagyta a biciklit, meg mindent. Ha oda fog éledni, úgyhogy mindegy. Hát mit csináljon vele, hogyha mennie kell? Na nem! Axel lebegő város érdekel? Nagyon. Hopp, itt is egy Afranz bike, sőt nem is egy, kettő. Hát jó van, jön az. Az sötét. Ott egy nyuszi. Nyuszit el tudom ütni vajon? Vagyok olyan ügyes? Na nézzük. Nyuszi! Nem tudlak elütni! Kis nyuszikám, hova lett a nyuszi? Itt most megvan az oka. Hova lett nyuszi? Pedig lehet, hogy elütöttem. A vásztat is hozhattok azon. Nem látok itt döglött nyuszit. Az is elfogy. Hát, elég sok volt most már csak. Nézd már, mi van? Nem tudom, szétült. Ez csak... Jaj, de mégis szétült. Nézzük egy jobb oldali paraszlengőt, figyelj. Ah, igen, nem tudok rá nagyot ütni, mint régen. Tiszta Terminátor 2. Még ezt is. Ezeket visszük, mert annyira nincs ragasztó szalagunk, hogy muszáj ezek a csontokat adja a kis csontokat, és ragasztó. Azt késsel szedett szét, ugye? Hát nem késsel szedem. Azzal mennyivel többet ad? Sokkal többet? Nekem 2 adott. Neked mennyit adott? Hát nekem is olyan 2 körül szokott. Na, az is ugyanúgy 2. A 2 akkor jó. Hát úgy. Na, csá, a baltával meg hol 1-et, hol 2. Jó nagy futás volt itt, gyerekek. Pinkyér, ez jó messzire jött. Mióta jövök már motorral. Lehet, hogy elszaladt a nyuszi. Nyuszi ül a fűbe. De nem is szeretem ezeket a nyuszikat bántani, mert eleve kicsik, gyorsak, meg különben is sajnálom. Ez családbarát vagy. Ide ti néztetek már be? Kérdezzük meg, hogy van-e van valaki. Ezért a lőszerért megérte megállni. Ő. Hol a bejárat? Megyek mindjárt utánatok, csak ide bekukkantok. Én ahogy most vagyok, ez egy levegőváros, szóval itt minden leveg. Igen. Levegős? Én szeretem a levegőt. Hol itt a bejárat? Menjünk itt. Ez itt jó, ha itt megyek. Van itthon valaki? Ja. Úgy hallom, kutya is van. Van kutyátok? Úgy hallom, van kutyátok. Jól van. Van kígyótok is, jó van. Hát ez egy szokásos. Ez egy szokásos hely. A kászos kígyó? Van kutya, minden.
Ja, a kutyus fel akar ide jönni. Jaj, ne izélj már, kutyi. Ne izéljetek. Csajok, mit csináltatok itt ebben a sátorban, lányok? Kérdezz meg tőlük. Sátoroztak. Apa, még ja. A kígyó is feljön az tetőre, várjatok már. Ezeket rendezem majd máshonnan, ezeket a kígyókat. Feljönnek, vagy nem jönnek? Kígyó ügyileg nem vagyok túl... Merről jönnek majd? Te itt jössz? A kígyó is akkor itt fog jönni. Szia! Cső! Ha vagytok? Kelgyók! Eltűntek a kelgyók. De nem itt vannak. De fura állatok vagytok ti. Hogy lehet benneteket eltalálni, gyerekek? Egyet azt eltaláltam, úgyhogy látom. Laci, vigyázz, nézd, ez az az akna, arra ne lépjél rá. Azt is eltaláltam, akna? Hogy ez Laci, még Laci, jel. Akna. Jó. Te még jössz? Akkor mindjárt rálépek. Ugrálni lehet, hajtad, csak ne lépj. Akkor jöjjsz vissza. Ide, vissza. Na végre. Na végre az anyátokat. Ó, biztos lehet. Családbarát Axel. Igen, igen, szeretem az olyat. Találtam egy béres táskát. Az jó. Kecse szaladtam be. Össze-vissza lövöldöztem itt mindent. Kell neked lövöldözni. Hú, ezt viszont elvileg... Ezt lehet, hogy rá tudom tenni erre. Ezt megnézzük, hogy... Rá tudom tenni rá, bizony. Köszi. Köszi, müszi. Mi van itt? Semmi. Mi ez a sok szemét itt? Nyissuk már ezt. Na végre, semmi. Nincs itt semmi, gyerekek. Ezért kellett itt megküzdjek, hogy nincs itt semmi. Ja, ebben van egy kis lőszer. Az övök neki. Na, Dányit el is lövöldöztem itt, úgyhogy... Úgyhogy annyira nem érte meg ide bejönni. Ez mi volt? Ja, ez hűtő? Vagy mire? Mire néztem? Valamire ránéztem itt, de mire? Ami... Mi volt az? Mi volt az? Hűtő? A hűtő nem. Mikró nem. Nem tudom. Valami, mintha kijelzett volna, vagy, vagy kőre? Ja, lehet, hogy a kőre néztem, és az... Jó, tehát semmi különös, az autó az még érintetlen. Na hurrá, jó, ezt is láttuk. Ott egy táska, itt a kövér lúd, gyerekek, itt a táska. Valaki itt hagyta az üres táskáját. És nulla. Jó. Csak átnézzük, átkotorásszuk itt a dolgokat, és ott az micsoda, itt is lőttem ennyi. Na, ez jó. Na, egy ragasztószal, vagy ragasztó, az jó, hogy itt volt. Jó, hát akkor ennyi. Akkor ennyi volt. Hú,
húsi kő nem kell. Azt se visszük. Szia! Jó, hát ezeket visszük kézbe szerintem. Nővérke, jó napot kívánok! Nincs önnél esetleg 50 ragasztó szallag? De ha 500-as se van. Igen, a kereskedő nem minden ragasztó szallag ragasztó minden. Na, van 4 pontom. Négy pontod van. Igen, tényleg igazad vált, végül, és a kutyát is szét lehetne kapni. Ha még ott van. Nem tudom, hogy itt van-e. Itt van-e, vagy eltűnt-e? Itt van, igazad van. Az is adott még egy kis cumót. Sőt, még XP-t is adott. Hát is valahol itt vagy közelbe. Aha. És ahol most vagyok, ez ugyanaz a város. Egy másik. Na, akkor megyünk arra tovább. Megyünk a többiek után. Ahogy te vagy, Magor? Ha? Az egy másik város. Hát, tud be is jelölhet. Még csak egy romos vacs. Ez az út. Minden út egyszer véget ér. Mondja a nóta, de ez is itt véget ért. Az igen, berúgtunk egy kicsit. Ez ugyanaz? Visszatértem a te színhelyére, vagy ez egy másik? Nem, ez egy másik. Ha, itt is adok egy hangjelzést, hogy a madarak, ha vannak, akkor jöjjenek. Biztos, hogy jól járt azzal? Hát azokat jobb itt a nyílt terepen, mint a sátorban. Csak éppen nem nagyon akarnak jönni. Nem nagyon akar jönni senki. És miért nem? Andis, nálad megy még a live? Persze. Akkor miért eszel? Én soha. Ó, mi van bennem? Mi van benne? Köszön segítséget. Ó. Uh-huh. Van kompad? Itt van a kutya, jó van. Örülök neki, hogy te is megjöttél. Találkoztál kutyival? Igen, de... Kicsit... Egészség. Elnézést. Viszont egészség. Egy kicsit meglepett. Na, van ott még kutya. Hát most kígyók helyett kutya van. A kígyók kígyóznak. Na, rám izgult a falu népe. Jönnek. Közönség találkozó van. Na-na. Hát látok. Az igen, jó van, egy autót már. De legalább a kutya is akkor felrobbanhatott. Gyeretek is nyilas, Misi! Elhagytad a fejedet, elveszítetted a fejedet. Cimbi. Veletek majd mi történt? Valami sziámiikrek vagytok? Egyik őtök fej nélkül született, nem zavar benneteket?
Egy lövés, egy mellövésbe elfáradt. Kutya hangot nem hallom. Rossz kutya volt, felrobbantotta az autót. Így, orosz kutya. Orosz. Orosz. Mellé. Fejedre céloztam, esküszöm, nem akartam, nem így akartam. Miklós azt mondta, hogy ha benn van a célkereszt, már eltalálok. Hát, nem úgy volt. Kis tüskedő kifelé. Na, akkor megkeressük a tyútyikat. Hát azt sem tudom, hogy az egyiket hol öltem meg? Itt valahol, nem? Ja, itt van. Másik tetem az meg valószínűleg bent van. Voltában? Hát most jövök befele csak. Ja, ott van még a kutya, jól van. Örülök neki, hogy nem döglött meg. Sok sör. Következő horda megkínálik a zombikat a sörrel. Akkor mi robbant itt fel? Hát meg főtt kukoricával. Mi volt ez az okos tojás? Igen, maga azzal is. Tudnám, hol vagy. Egyenlek meg, beástál vagy? Mi történt itt? Köszönöm, be van a sátorba. Na nem baj, ezt a kutyát először lebontjuk. Kínozták ezt a kutyát, láttátok, hogy nézett ki, milyen sebes volt? Kínozták szegényt. Itt van pedig bent valaki. Hoppá, ne áragudj! Ne áragudj! Összeesel? Össze, jól van. Még egyszer, feküdjél! Feküdj le szépen, jövök. Segítek. Hoppá, nincs itt semmi, vagy a fő... Itt a föld alatt? Köszi a feliratkozás, Tolga! Itt a föld alatt szerintetek szokott valami lenni? Ássam ki, vagy ne ássam ki? Tudtam, hogy Miklós magára veszi, hogy itt mondok valamit. Mikey nem sértődékeny. Hoppá! Vendégünk jött. Mármint hova? Festő. Arra. Jó, hát mondjuk a méz miatt festőnk. Csináltam, nem a fa miatt. Hát nincs ki szépen ajtót. Hallottam, mintha valami hát, jönne. Na nézzük, itt a nagy sátor van, csodálkoznék, ha... És nincs itt senki. Pedig mondani akartam, csodálkoznék, ha nem lenne itt senki, és nincs. És ki az a senki? De odakint már ott van valaki. Katonai sátorban miért egy kapát találok? Miért nem 500-762-es lőszert? Nem mondjuk? A gazdasági egység volt. Ja, jobban örültem volna. Na jól van, azt sem tudom, hol a motorom erre. Hol hagyta a motorát, uram? Na, nyílj meg! Nyílj meg, fiam! Pakolunk. Múlik a vásár. Megyünk haza. Egyszer. Egyszer, de nem városba most. Városba vagyunk. A rossz irány. Jó, ezeket hagyjuk, mert ezek még. Jó, moci. Moci csücs. Azért van ám belassulás. Mi? Megyek a többiek után. Gyere is. Mit találtam? Köszönöm a lucot. Mit találtam? 545. Nagy kórház. Téged meg elütlek. Ah, fú, azt a mindenit. Azt a mindenit, hogy még egy ember se tudok elütni. Még egyszer elmentem mellette. Azt tudjátok ugye, hogy van egy ember. Ajajajajajaj.
Jó van, végre most már ne beszéljünk annyit, mert szóval úgy van a vicc, hogy minden 30. vagy akárhány másodpercben elütnek egy embert a földön, hogy szegény ember. Na most ő járt így, hogy én most őt elütöm, minden 10. másodpercben elütöm. De hogy ezek miért nem halnak meg? Már azért, mert el se ütöm. Na jó van. Tudod mit? Megmondom, hogy hogy kellett volna meghalljál. Megmutatom, jó? Ha jövök én autóval legközelebb, azzal tuti elütlek. De azért csak sebződött, mert most egy lövésbe belehalt. Valamit azért csak sebez rajta ez a motor. Kerüljük ki ezt a... Mondom, kerüljük ki. Az irányítás mindig átáll. A frászt hozza rá, majd nem akar kanyarodni. Ott volt egy tollas hely. Várjunk csak, hol volt? Merre van a motor hátulja? Itt volt két fészek. Tojtak a tikok, így hogy azt összeszedtük. Ott megy egy út, lehet, hogy az az út, az... Na mindegy, már... Megy Budára? De az is lehet, hogy az az útra én merőleges vagyok, tehát tök mindegy, valószínűleg. Hol a hátulja a motoromnak? Hát itt jöttem, itt van. Szia Aurelius! Hát nem tudom, hogy könnyebb. Én azért nem szeretem az egér irányítást, mert így körbe tudok nézni motorozás közben. Ha egérrel irányítom, akkor nem tudok, mert egyből elkezd kanyarodni, tehát emiatt nem nagyon szeretem. Nem tudom, hogy megnézték-e itt a többiek, de sejtem, hogy rendetlenek voltak, és nem. Itt vannak madarak? Valaki sétál bent, azt hallgatom. Vagy... Még azt mondják, vagy... Jaj, nem, madar, ott egy madár bent, jó, madár repkedben. Na hurrá, jól van. Ahol területnek. Most vagyok, itt teli van zombival az épület. Hát hogy kell kiszedni ezeket a madarakat innen? Hogy kéne kiszedni a madarakat, hogy ki legyenek szedve? Hát ott van a tetején, ezt viszont ha innen végül is szét tudnám, bele tudnék lőni, de mindig máshol. Hát most fent, egyszer lent. Egyszer fent, egyszer lent. Hát itt egy luk viszont, ezen be tudok lőni. Hát itt a striptease bar. Ó, cimbikém, hát hogy lehet téged eltalálni? Áruld már rá, nem tudom minden eltalálni. És a gazdit fejét, hát azt mondjuk még inkább. Húha, ne kukoricázzunk, gyerekek! Itt nagy baj lesz. Szia, halan! Itt van Hagan, hello! Beköszönt hozzám, halan! Tényleg hozzám is, Bibi bá, hozzám is. Itt volt még egy ember, ja, megvan. Fú, ez csúnyán kapott egyet a halántékára. Hogy legyen ez a madár kérdés, gyerekek? Tiszta idegbajos vagyok, hogy lesz. Ezek kijönnek innen?
Hogy van elég kukoricánk, akkor nem bántam. Tök állat, most eltűnt a madarunk. Itt van pedig. Hol vagy? Hadd találja. Ja, most már jobb helyen vagy. Mégse vagy jó helyen. Ezt nem lehet eltalálni, ez egy Houdini ez a madár. Ezt nem lehet eltalálni. Jesszus, nem hiszem el a gyerekek. De most komolyan nem hiszem el, hogy nem lehet eltalálni. Jaj, na végre. Az már döglött. Na jó, megnézzük. Hogyha valami jön a gazdád. Ne üsd már szét! Amúgy itt nincs olyan túl sok minden, amiért érdemes lett volna bejönni. Fuf! Ezt a bénaságot hogy tudtam így? Itt is egy, meg itt is egy. Ha, gyerekek. Ezt nem hinném el, hogyha valaki mesélné. Na, viszont ezt a másikat hogy kéne innen? Ja, meg ott is egy ember. Na jó, az túlzás. Onnan is jött egy kis hang. Ja, ott ez még messze van. Elvinném a madaratokat, nem bánjátok? Csak darabokba viszem. Ha sikerül. Ha sikerülne seggbe lőni, az sokat segítene. Laci úr, egy meghívás majd kérhetek? Ja, hogy itt nálok van. Hopp, itt két madár is van. De király. Két madár is van bent, és mindegyik jönne. Fuss el! Nem bírom eltalálni. Andris, mi van? Meghaltam? Ja. Ne passzál már. Nem meghalt. Gyorsan hazajött. Nem tudom eltalálni ezt a csóró madarakat. Hogy van ez a sátor dolog, gyerekek? Csak ide jött. Jó van, örülök neki, hogy megtaláltál. Egyet azt kinyírtam. Na. Fene! Enne meg benneteket. Addig bénáztam, mint hogy csak belém csaptatok. De már. Négy kilométerre van halom. Úgy gyerekek, hogy nem férek hozzá. De az oszlopok, hát meghalok ezektől, hogy az oszlopok miatt nem tudom őket eltalálni se. Jaj, hát te meg honnan jöttél? Oh, nem szeretek ilyen sátoros helyen verekedni. Ugye már van egy ilyen késem. Tudok jobbost meg balost adni. Jártam teniszezni sokat. Figyelj, ez a balosom. A jobbost már meg se tudom mutatni, mi? Ez a fonák. Van egy ilyen fonákom is. Ó, ezt nem tudtam megmutatni neked. Viszem a madaradat, nem gond? Mondhatod neki később. Oszlopok miatt, ja, kimegyek a kertbe, oszlopok, de tényleg, hát nem tudom, hogy nem lehet meglátni egyszer, nem tudom, hogy nem lehet eltalálni őket. Mert nem először járok így, tehát nem csak ezek, hanem így amikor sátorban vannak ezek a madarak, hát egyszerűen olyan iszonyat nehéz eltalálni, hogy nagyon. Na, nézzünk ide is be, mi van itt? Na, mi van ez? Miből van ez, hogy ilyen nehezen nyílik? Valamiből biztos van. Erre annyira szükségem volt, ez nem is tudom, hogy mit csináljak örömömbe. Jó, székeket most itt hagyjuk, mert... Meg itt is van egy nyílvesztő, tudti, ezt is én lőttem ki, 100%. Kinézem belőle, hogy... És hogy került oda? Thank you.
Na, két duct tape. Gazdagok vagyunk. Jól van, akkor viszont innen már mehetünk is. Itt is van még egy ugyanilyen. Szintén csak fát adott, úgyhogy az nem kell. Még sőt, van itt egy kis földünk, egy földet se viszünk magunkkal. Hol vagy, mocikám, mehetünk? Mucikám! Mucikám, mehetünk innen. Na nézzük, mi van itt, ami nem kell. Hát én ezeket is bedobom, mert tök nyolc, úgyhogy neki jó nagy most már az inventória, lehet bedobálni, még a csontot is dobjak be. Bedobom a csontot is, az se kell most. Jól van, többiek. Ti éltek még? Mit csináltak? Nem. Hát te nem, Andris, de... az meghalt. Azért, mert... Kösz, Axel! Köszikem! Mert nem vigyáztál rám. Ha vigyáztál volna rám, én is vigyáztam volna rád. Jaj, hogy ne, hányszor mentünk el ketten és vigyáztam rád. Jó, ezt nem mondd ilyen hangosan. Akkor csak megsúgtam. Ja, hát én, igen, ez a béna vadász, tehát igen, hogy indián név, hogy vegetáriánus indiánt, hogy hívják, béna vadász. Tehát ez igen. Na. Ott is van egy-két. Hol volt? Itt láttam valahol, hol a másik, itt van. Hát sose gondoltam, hogy még ennyi nyilvesszőt el fogunk használni. De ez az újfajta hordavárő azért ez így odavág. Viszont hát egyébként tetszik, mindenkinek tetszik, csak azért... Hoppá! Hoppá! Hogy keresztül mentem? Mindenen megyünk, nem érdekel, megyünk mindenen keresztül. De még mindig csodálkozom, hát ilyen rohadt messziről elszaladtunk Pinkyért, ha meg is állok majd egy kicsit, megnézem a térképet, mondjuk nem kellett volna megálljak hozzá, és még mindig sehol nem vagyok, hát azt a rohadt, és itt végig szaladtuk ezt a területet itt Pinkyért, nem csoda, hogy így ki voltunk fáradva útközben. Hát nekem úgy látszik, ezek mindig az utamba kerülnek, akkor csak nem akarom már itt hagyni, ha utamba kerülnek. Így lassan haladunk egy kicsit, de biztosan. Ó, egy kis duct tape, azért már megérte megállni. Szevasz, töki, tiéd volt ez a kis ragasztó szalag. Nem baj, ha kölcsön veszem. Be sikerült belelőjek a könyöködbe? Ez szép volt. Na, akkor megnézzük, hogy itt is vannak-e kutyák, vagy kígyók, meg madarak, meg mindig vannak valamik. Ezt úgy tanították a rendőröknek is, hogy lőni kell kettőt a levegőbe, de szerintem egy is elég. Megnézzük, hogy jönnek-e. Nincs itt senki. Tisztára össze vagyok itt roskadva, nincs itt senki. Hányan ez a pajtársaidat? No ja. Way. Hade. Nem így szokott itt lenni. Mindig szoktak itt lenni. Most visszamegyünk a cuccél. Sem madár, semmi. Inkább senki, nem hogy madár. Madár. Nézzük, senki. Mézecske. Nem tartottatok benne mézet? Hát mit csináltatok vele? Megettétek? Ha megettétek volna, akkor nem fertőződtetek volna meg.
Nem tudok zombi aggyal gondolkozni, na itt is egy táska. Ez viszont egy barna. Ott is egy tábor, de esküszöm, most már így elnézek másfele, mert sose érek oda a másik helyre, hogyha mindenütt megállok. Hát nem. Ezért halt meg szegény Andris is. Na megnézzük ezt a vizet, ezt most csak azért vagyok kíváncsi, mert most ezen változtattak-e valamit. Ja, csak azok adnak mézet, ami az erdőben van. Micsoda huncutság. Érdekes, hogy az emberek szokták dugdosni a mézet, meg a mindenféle dolgokat a tuskókba, amit régen is mindent lehetett a tuskókba találni. És még válogatnak is, hogy csak azok, ami az erdőben van. Nézd már, gyerekek. Lehet, hogy lassan igazat kell adjak itt a többieknek, hogy tényleg nem tudok lőni. Állj fel, Zsolti, figyelj! Nyugi, senki sem mondta ezt, hogy nem tudsz lőni. Jó, dehogy nem, mindig ezt, csak ezt mondják mindig. Ki volt az? Mindenki. De konkrétabban? Konkrétabban, ez most jól esett ez a kis lőszer. Fogadjunk már, ki volt az. Hát ő mindig, igen, ő mindig bánt engem, valaki megvédhetne. Na ezt eldobjuk. Ezt azt hiszem, hogy én úgy csináltam, hogy ezt szétszedtem, mert nem érek már itt. Nem, hogy is mondják, alak én ezzel. Hát még ezzel se. Jó, mehet a stekkelésbe. Na jó, van, most már akkor azt jelenti, hogy abban az irányban van Laci bácsi, és akkor megyek. Megyek itt Arkon Bokron, de van itt út, vagy... Hogy ez tényleg terep... Arkon Bokron. Terep motorozás, akkor megyünk mindenen át. Van is van ilyen dal, hogy által mennék én a ti szálladikon. Hát, ajaj. Ez jó hely. Jó helyre tévedtem. Ott a víz. Ott a víz, amin által kéne menni. Na. Ezt a diszkót kiüri. Megnézem, megkeresem Andrisnak a hulláját. Az elhullámat nem keresheted meg. Nem baj, Andris, megkereslek és eltemetlek, jó? No way. Hát ide még hazamenni is milyen út lesz, hát már dél van, aztán még oda se értem. Hopp, itt elsze megállunk egy kis... Megállunk hol a hátulja ennek a motornak. Elég furcsák ezek az utak. Se legyen se vége. Előbb még itt keménykedtek, azt elfutathatok? Visszamehetek, gyertek ide? Hoppá, egy kanyar. Hát most már szerintem lassan megérkezek ebbe a városba, mert egyre inkább mozdul a dolog. Ott már most már direkt nem megyek arra a helyre, mert megint bemegyek oda, akkor sose fuss, jövök ki. Fuss! Meneküljél, fussan! Fussan, ne törött semmivel, legyél zsemlét kiflivel! Fussan! De lőjél már, könyörgöm! No, menj! Vissza kétségé! Fussan! Fussan! Mindkettőt egyszerre! Helyek, hogy itt már kilútolták ezt a szép várost, mire ide érek. Én már szerintem mehetek is hazafel. Andris meghalt. Hogy? Már megint mit csinálsz? Hogy? Megöltek! Nincs, aki vigyázzon rád? Hol volt? Merre voltál? Meg itt voltál ezen a helyen? Vagy merre voltál? Axel, látsz engem a térképen. Hát most, hogy meghaltál, most már gondolom a bázison vagy, de ugye egyébként hol voltál? Betört ajtók jelzik, hogy itt valakik jártak, az biztos.
teszünk egy tiszteletkört itt a városba. Benzinkút. Sotis ház. Bank. Bank, gyerekek, pedig az már ki van verve, pedig az ajtó. A bankon. Valaki kiverte az ajtónak? Kiverte. Hát azért annyira bekukkantok, hogy itt most tényleg... Ja nem, jaj gyerekek, hát itt lehet, hogy ne... ezt az átlátszó, nem ilyen volt régen a bank ablaka. Hát ez hogy van ilyen? Azt hittem, hogy itt ezt luk van, de nem. Hoppá, még a végén be lehet menni. Még a végén be lehet ide jönni. Igen, ez nincs is kilútolva, gyerekek, hát itt nincs kilútolva. Húha, akkor álljak neki. Nem jössz át ide, Laci, találtam egy bankot, pedig ez az ajtó itt mit van. Ja. Mindjárt, épp egy étteremben vagyok. Meg amúgy megint itt senki. Pajára. Az érdekes. Ó, a kis megszokott pisztoly, meg a lőszer a WC-vel. Ó, de jó. De jó jött. Na, ez mi itt a falon, gyerekek? Ennek biztos nem így kéne álljon normálisan majd az új verzióba. Ez tuti. Na jó, még egy pisztolyt hazahoz, az el is adja a trader. Az viheti eladni, mi? A nyolcat találtam. Még egyet. Aha, na jól van, hát ha így áll a dolog. Még egy kincses térkép is. Ugye, Axel? Tessék? Unalmas lehet a streamed, nem halsz meg soha. Ja, de hát nem baj, aki izgalomra vágyik, az nézze Andrist is. Bevágtam egy csomó. Köszi Enigmának a lúcokat. Igen, csak gondolom nem úgy kéne álljon az aruháskosát, tehát ez gondolom majd kicsit összeveszett, ugye mi nem frissítettük a szerót, és szerintem annak biztos nem úgy kéne álljon. Tehát... Magor megosztott valamit. Trader. Ja, Trader. Hát van itt pár dolog megosztva, látom. Ez a város, ez a város szerintem, gondolom én Trader 2. Szerintem ez, gondolom, hogy ez a 400 méter sár, biztos, hogy ez az lesz. Úgyhogy ez, az nem izgat, ezt tudjuk. Andis, tényleg hazaviszem, mondja Miklós is, de igazából, hogy azt a térképet, kincses térképet hazaviszem neked. Majd együtt kiássuk. Ugye azt mondja, Hagan is mondja, hogy milyen jó volt, amikor kincset ástunk együtt, de az a legjobb az egészben, amikor te vagy a főnök, ezt csak én teszem hozzá, és mi úgy ásunk, hogy nem tudjuk, hogy mit ásunk, te meg nem mondod meg, hogy hol ásunk meg mit, és akkor ez a legviccesebb az egészben. Talált ki! Talált ki! Ja, én meg ki sem nyitottam, csak itt dumálok. Mi? Itt egy csomó lőszer. Hát, az milyen lett volna, hogy szétütöm, azt itt hagyom, mert elfelejtem kinyitni. Az nem, azt is ki lehet. Egyszer éljek vissza. Olyan atomot kapnak a fejükre. Van ott bicikli. Hogy mivel jössz, gyalog? Andris a kincskereső, Kisködmön tulajdonosa. Hogyne? Kell nekünk lámpa? Hát mindegy. Nem kell lámpa. Laci, nem tudom, mondtam neked, hogy találtam egy bankot? Megyek már. Csak nagyon sok szép van, amit ki kell nyitni. De mindegy, kinyitogatom én, ha gondolod csak. Tudj engem, nem tudod, hogy kinyitogatni őket? Hát kinyitogatom, csak jó, akkor az enyém az összes zsákmány.
csinálok egy privát ládát, és abba fogom eldugni előletek a sok fegyvert, lőszert. Elmondogod, de megtaláljuk és kiütjük, ennyi? Azt visszük. De én elásom a föld alá, és nem tudod, hogy hova, és megjelölöm, mint a kutyák pisivel. Csak én fogom tudni megtalálni. Ne üssed már. A kis lőszereknek azért meg kell mondjam, hogy örülök. Annál kevesebbet kell gyártani. De azért nyilván másrésztről meg az embernek, jó, hát ugye látjuk, hogy drága Andis barátom, ugye folyamatosan elhalálozik, tehát ezek szerint csak vannak haragosabb kedvű zombik, de én nekem egy kicsit azért a... Megnézzük! Egyik szemem sír, a másik nevet, mert az itt van ez a bank, és nem szokták ilyen könnyen adni a bankot, szóval azért itt mindenütt, itt a mellettem balról is, az ajtó mögött ott szoktak lenni. Ne azt hüssed, Laci! Ne azt üssed. Itt mellette, figyelj, itt az ajtó mellett jobbról, hát azt is ütheted, ha akarod, jó. Meg a falat gondolom. A falat, igen, mellette, mert az könnyebb kiütni, mint ezt az ajtó. De jobbról mellette. Mert balról is mellette ugyanak. Na, sisak lámpa, az jó. Jó, hát mindegy, amúgy. Ah, igen, az is lehet, hogy bent kuncognak már magukba, hogy na, itt vannak, mindjárt jönnek. Nincs itt senki. Terítjetek meg. Fish. Jó, mehetsz befele. Bocsánat, nem akartam. Semmi mindig, gond. De mindig üt egyet a végén. Mehetsz befele. Nincs bent senki, hát nem, egyszer nincs itt a bankban senki, nézd meg. Én ezt itt le is zárom. Lassan dolgozni mehetek, nem befele. Ja, hát akkor menjél, nem zavarunk, nem tartunk fel. Még ezt az éleverem. Azt nem tudom, hogy ilyen Lucky Lootert arra tegyek-e, mert azt igazából, az melyik kevés van? Az várja, az úgy emlékszem, csak gyorsaság. Hát, nem tudom eldönteni. Sútoló. Várjunk, az melyikben van, nem itt, akkor hol? Ja, itt van. Mert azt írja, faszom, hogy... Igen, tehát 10%-kal gyorsabb, de... De 50 ponttal jobb loot minőség. De igen, tehát jobbat, elvileg jobbat ad, igen. És 7 méterrel hát igen, a kincskeresés. De jó, nem foglalkozunk apróságokkal. Szevasz, Yakuza mester! Elkezdted már a streamelés, Yakuza úr? Danu, bagos. Yakuza, ugye az YKZ Gaming, ő a Meilinger Mark, aki hát ugye régóta itt szokott lenni velünk, meg sokat játszottunk is vele együtt, csak hát ugye létrehozta ezt a csatornáját, szevasz Pali, és hát ő majd is szeretne különféle tartalmakat gyártani majd, de nem tudom, hogy elkezdte el már, vagy csak folyamatban van. Márk, ja, ramokat várja még mindenki. Kicsit lejjebb, legugolok, majd csendesebb legyen. Mit mondasz, Imi? Mit annak mond? A Márknak, amelyiknek elfelejtetted elküldeni a táp. Hát, egy tápkábel, nekem is van annyi a szekrényben. Nem gondoltam, mert ő informatikus, tehát mondjuk én sem gondoltam rá. Ugye Juliska nénének biztosan mindent az ember úgy odaad, hogy szájába rágja, hogy de ez ide kell dugni, azt oda kell dugni. Hát gondoltam, hogy Márknál nem is mindent, a dobozokat elküldtem, az üres dobozokat, mindent, tehát nem gondoltam én se, hogy most egy tápkábel, de ja. Ja, a tápkábelt nem küldtem, igen.
Na egy kis lőszer. Na jó van, én elköszönök. Na, jó munkát neked. Sajnos. Majd itt újra éledek aztán. Jó, én kevés munka. Na hát, kevés ez nem lesz, de remélem, hogy hamar végzem. Na, okay. Jó legyetek, sziasztok! Okay. Hello, szia! Hát figyelj, ilyen átalakító, én szerintem az ilyen nincsen. Tehát azt neked külön kell vegyél, hogyha neked... Mert, tehát mindenki olyat vesz, ugye ezek a DVI mostani videokártyáknak ugye a DVI kimenetese se jó bármelyik monitorhoz, tehát bármelyik DVI, mert ez egy másfajta, kétfajta DVI kimenet van, meg bemenet, tehát vagy lehet, hogy három, de kettő az, ami leggyakoribb, és tehát ez nem egy ember megtréfált már az ilyesmi, hogy megvette, és akkor nem volt jó a monitorjához. Szóval ez nem egy egyszerű dolog, de az a lényeg, hogy ezt nem adják vele a boltok, nem is kötelező adni a videokártyában, mert a videokártyán van ezeken általában egy háromféle, hát várja csak, hát ja, szerintem egy háromféle biztos van minden kimenet ezeken a videokártyákon, úgyhogy elvileg az embernek meg kell nézni, hogy miért akar venni, meg milyen, de az egyáltalán nem kötelező, hogy adjanak hozzá. Hát van, amelyikhez adnak, van, amelyikhez nem. De hát ez van. Nézd már, hogy van ez? Jézusom, hogy... olyan lag van, hogy... Na mindegy, és lag miatt alig tudtam megnyitni még ezt a... Azt mondja, ebbe bele... Melyik benéztem bele? Ebbe. Azt hiszem ebbe, akkor ide is benézünk. Most már van telette a rózsaszín. Jézusom, ebben az asztalban meg nem lehet belenézni, vagy hogy van ez? Ez mit keres itt? Ebbe a lasztalba bele lehet. Érdekes, hogy nem mindig be lehet belenézni. Itt is lenyomom, nem én nyomom lassan, tehát én már megnyomom, és akkor várok egy másodpercet, és utána nyitja meg. Vannak ilyen érdekes dolgok. Na jó, van, jó, telepakoltam magam. Ez a Helmet Light, ez... Azt lehet rakni a katonai sisakra. Szerintem is igen, ez a katonai sisakra való, jaja. Jól van, már csak a motoromat kell megtalálni. Na jól van. Elég könnyű észrevenni a motorocskát. Igen, az a baj, hogy ezt még a boltosok is itt ugye Magyarországon azt mondja, hogy 5000 forint egy átalakító, hát Kínából lehet megkapod 1000 forintért az átalakítót, de hogy ezt így azért nem szokták. Ja, hogy ja, látom, hogy igen, Laci ő itt így ledobta a lantot, akkor a motor itt marad. Jó van. Hát igen, neki, ha menni kell, hát menni kell. Úgyhogy ő úgy volt vele, hogy ment is. Na nézzük, akkor behaigáljuk, ami olyan dolog, hogy be lehet haigálni. Ezt akkor elviszük Andrisnak. Hát ez jó kérdés, hogy miket dobjunk ide. Hát ez most már jó, és akkor végignyomjuk, hogy hát ha valamit még bele tudunk ezekből, de szerintem semmit. Ja, de azt még a vasat beledobta. Ja, jó van. Akkor kb. Éppen nem vagyok túlsúlyos. Ez nem kell, ez a kő, és akkor még egy kicsit nyertünk. Steel, arrow, stone, iron,
Hát, vagy ezt még el tudnám használni, el tudnám lőni még. Az biztos. De szerintem ezt át is váltok erre a legkevesebbre, és akkor ezt ellövöm minél hamarabb. De ennek a tetején is szokott még lenni, mert felnézek. Itt van valami feje, nem itt van, akkor máshol van. Megnézzük. Nem, nekem tetszik a grafikája, tehát szép lett szerintem. Nekem tetyik. Semmi. Hát szerintem itt sincs senki, mert én szerintem, ha itt lent, tehát lent kotoráztunk, ütöttük, akkor ez lejött volna hozzánk, hogyha itt lenne valaki, de nincs itt a táskát, azt hiszem nem csalódtunk, az itt van. Jó, és még ráadásul volt is benne egy csomó minden. Adjunk egy tiszteletkört, hogy megnézzük. Hát igen, kicsit túlsúlyosak vagyunk, most már kezdünk túlsúlyosak lenni. Jó, hát ez marad így. Ez már így marad. Viszont az is lehet, hogy a túlsúly miatt, mert ugye kezdek, tehát lehet, csak nem biztos, azt nem tudom megvenni szerintem. Nem, mert ez hogy is van? Ez most ahhoz, hogy igen, tehát ezeket nem tudom, és ahhoz, hogy ezt meg tudjam, van 4 pontom, tehát ez 2. Akkor mondjuk ezt meg tudnám venni, akkor lehet, hogy én ezt most meg is veszem. És akkor innen, viszont erre meg tudok, és nem tudok tenni, gyerekek. Ez 7-es szint. Ezt tök feleslegesen vettem meg. Erre meg 3 pont kell, és ez meg még 4, tehát még 4 pont, pontosabban 2-höz, még 2 kéne, hogy na mindegy, hát mégis nem elvesztegetett rátevés, mert igazából majd összejön az idő, nekem dolgozik, de mindegy. Fordulás. Te streamálsz még, Andrisom? Persze, én mindig szenvedek. És te merre szenvedsz most? Otthon fele? Vagy merre fele? Nem, visszafele cuccaimért. De jó, hogy bejöttem ebbe a kis utcába, nem is gondoltam, hogy egy bankot fogok találni. Bankot robbantottam. Stay out! Maradj kint! Ezeket ilyen házakon nem jártam még, de nincs itt senki. Ez az benne a vicc, hogy szóval azért mondom, egyik szemem sír a másik nevet, mert szóval valami gáz van azért, hogy nem frissítettünk, és valami gáz van, tehát itt nyizsögniük kellene. Úgyhogy azért ezt át kell majd gondolni. Hát igazad van egyébként, a Tilos Scrappel nem kéne, az lenne a legjobb. Szevasz, Ciki Laci! Yeah. Hát szoktak, csak szerintem ott a bankba nem biztos. Hát lehet, éppen leüthettem volna, de én úgy emlékszem, ott ilyen bankokban már ütöttem én szét, és ott, mint hogy azt mondom, nem találtam volna. Tehát, hogy vannak. De ilyen családi házakban ott biztos szokott. Ott tuti. De jó lenne, be lehetne pattanni egy ilyen autóba. És lehetne menni. Hol lehet itt a bejárat, mert nem az ajtónak akarok bemenni, mert ott túlságosan sok a tüske. Hát itt is így... Feltűnő lenne mi? Itt is körbe van teljesen véve. Lehet, hogy itt mondjuk ez egy ablak, mert itt kéne bemenni. Ja, hát egy ilyen ablak van, ez szimpatikusabb egy ilyen ablak. Csak azért mondom, hogy egyik szemem sír a másik nevet, mert azért sokkal érdekesebb lenne, hogyha sokkal viccesebb lenne, hogyha itt rohannának az emberre.
Teszünk le egy kis keretet ide. Akkor... Be tudunk ide menni? Itt van egy leszakadó padló, az, vagy ez nem az, de szerintem igen. Vagy itt lehet feljönni valahonnan. Na például ott is van a... Itt is van egy ilyen... Egyszer szorod, nem vissza a szociálimat. Ott is volt egy olyan... Akkor át odaütöttem, hogy ez leszakadt. Na, ilyet nem játszunk. Na, elszaltad magad? Hát jó, de ez a legrosszabb különben az egészben, ezt komolyan mondom, ez a legrosszabb, hogy ennyire nincs ellenség, és a végén, amikor megvan, akkor a frász hozzá nem. Tehát amikor az ember fel van készülve, mert van ellenség, az megint más, de amikor ennyire nincs ellenség, hát az ember... Nem ajánlom neked a horror játékokat. De tényleg nem erre készülsz, érted? Mert akkor nézed, hogy nincs itt senki, mész, és akkor... A francokat nincsen a fejedről, meg oldalról, meg alulról, meg felülről, meg jobb oldalról, mindenhonnan. Na, ezt berakom már. Berakjuk ide. Axel, nem tanultad még meg, hogy ebben a játékban nincs olyan, hogy nincs? Akkor azt mondjuk, hogy elkezdek tényleg egy kicsit scrappelni, hogy több helyem legyen. Sőt, ezt a húsit, ezt megehetném kifejezetten, és akkor, ja, meg azt is bedobtam, ezt is bedobjuk. Jó, és már mindjárt sokkal több helyem lett. Nézzük végig, de szerint, hát még ezt is szét lehetne scrappelgetni ezeket. Jó. Ilyen soti lőszer, sotik, meg minden. Jó, hát jó sok mindent vissza. Épület hátulján mi van kiírva? Hát, hogy maradjak kint, az van odaírva, nem? Tehát nem erre gondolsz, vagy... Kívül tágasabb. Hát igen, vagy hol a hátulján? Ja, hogy itt? Ja, aha, tényleg itt vannak. És snack peak. Akkor még lehet, hogy ilyen disznók is vannak, bent vagy kint. Itt fog meghalni a gyerekek, hogyha itt rámugranak a disznók. Megnézem felül mi van. A zombik nincsenek, de disznók vannak, az nagyon vicces lesz. Az lesz a legviccesebb, hogyha egyszer azok a nagy disznók elindulnak futni. Na, az lesz az érdekes. Itt meg igazából lehetnének madarak. Még az is egy érdekes lenne. Az is még vicces tudna lenni. Itt ült fent a barátunk, a kis megboldogult barátunk. Ne. Jó. Mit történt? Elugrottál mellettem. Ugrottam egyet erre, hogy mi felkezdett cammogni a láma. De ha elugrottál mellettem, minden történt sem. Igen, mert már nem voltál a földön. Danke Lutz! Bárki küldte. Alig hanem ez itt egy lejárat. Azt nem tudom, hogy nekem az jó lenne-e, hogyha én ott lemennék, de én valószínűleg nem egy ilyen helyen szeretnék lemenni, hanem visszamegyek a kis ajtómhoz, amit csináltam. És ott itt valamit esetleg köszönöm. Eldugott a kis barátunk? Nem dugott el itt semmit. Na jól van. Ársza, 500 méterre vagy tőlem. Az jó. Köszi, Hagan! Kapsz madarat! Csak nem tudom melyik adásban. Jaj, ilyet is... Ezt megnézzük már, mert ilyet... Ja, egy ilyet. És mi kell hozzá? Nem, mégis nem bonyolult. Ilyet már csináltam a múltkor, jaj, és ez jó is lenne a sisakomra. Csak utána újra kezdtük, de ezt megcsináljuk majd, hogy legyen a sisakom, hogy tudjak inni bármikor. Szevasz, Peti, sok szemét van nálam. Az biztos. Visszük haza a sok szemetet. Csak az a baj, hogy mondhatjuk, hogy
egyik szemét, mert mondjuk jó, hát ezeket is egyébként le lehetne simán, mert tényleg nincs rá szükségem. De nekem például ez a duct tape, ez például jelenleg nagyon sokat ér. Jelenleg. Meg hát be tudom stackelni ezeket, már mindjárt a motorba viszem is le, és akkor... Aztán 400 méterre vagy. Tényleg? És fél öt van, úgyhogy bele kell húzni, hogy ezt a házat átnézzük. Ezek bejönnek ide, az nem, ez igen, igen. Nekem bele kell húzni, és haza kell menni. Hát majd az lesz, az lesz, az lesz. Jó, kicsit... Na már mindjárt... Kicsit ürítettem. Na jól van. Egész legjobban lehet, hogy meghaltam kétszer. Nem, de... Meg magad nézzek, mennyik a kolikát hoztam. Hoztam neked shot időszert. Ez trükkös ház lesz előre látni. Hm? Itt a náda. Aha. Lehet lemegyünk egyszer alkalmattal. És még így is maradt ott egy csomó. Na de én 63 ragasztót csinálok éppen. Az a nem sem. Nem tett el üveget? Nem tett el üveget. Honnan jött ki ez a kutya? Ki tudja mi? Csak egyet tudok, hogy kezdem megmondani, hogy folyamatosan meghalok. Oh, ott a disznó. Jaj. A kutya fádat. Teljesen megijedtem tőle. Ott van bent, és ez nem zöld disznó, csak ilyen izé. Sima mi? Az egy sima, igen. De hát attól azért, mert a sima, attól még az valahogy, itt nagyon szűkös a terület, tehát nem akarom, hogy itt megharapjon, csak nem tudom, hogy hova kéne itt, hogy kéne ezt csinálni, hogy ezt a malackát is valahogy onnan ki kéne csaljam igazából. Az lenne a tuti. Igaz, majacka. Hogy ez addig mégis nem bánt engem, amíg bele nem lövök, tehát akár ő meg is várhatna engem. Tanultam a hibámból. Hallom a madarat. Itt repül az ajtó mögött egy madár. Madár, szia madár. Aha, az tényleg ott repül. Na, nem! Aj, gyerekek. Na, ezt aztán tényleg nem visszük magunkkal. Azért mindennek van határa, nem visszük magunkkal. Nincs itt senki. Na. Jó, mert mindig bukos a kukorica, akárhol ütöd. Hoppá, itt is. Szuper! Na most már aztán megteltem. Már azt most meg tudom venni, most azon gondolkozom, hogy hogy is állunk ezzel a... Na most lett akkor, itt van három pont, ez azt mondja, hogy ebből ez három pont, igaz? Akkor ezt meg tudom venni, és majd a következő egy pontból még azt is meg tudom. Megjött egy Andris, aki soha nem viccel. Vigyázzál azzal a malaccal, meg minden. Vigyázzak el? Hm? Hát vigyázzál malackával. Ezt a madarat is még itt meg kéne nézni, hogy... Megyünk én ezzel az ajtón, de még be sem mentem, azon gondolkozom. Te nyitogatni ajtók? Senki, semmi. Jó, akkor... Ott jobb, balra neked, fordulj, ott van bent a malac. Nem ott, innen jött ki a kutya, és itt van a majacka bent. Csak hagyhatjuk még, majd a legvégén elvisszük. Majd a legvégén. Ne ijesztegessél. Így is már teljesen látom, hogy stresszes vagy. Várjál, hozok egy kézi készüléket, és akkor ezt itt betörjük. Megnézzük, a madár biztos lesz bent, úgyhogy egy stukker lehet a kezedbe, ha gondolod. Lehetne egy pisztoly a kezedbe, vagy valami, mert madarat az hallok.
De azt a tolláról is meg lehet ismerni, tudjátok. Pedig itt az is lehet, hogy egy emelettel mondjuk feljebb van, mert valahonnan innen hallatszódik a hangja, csak... Na. Ügyes vagy, Andris. Ezt mindenki látta, dokumentáltuk, ügyes vagy. Találtunk egy zombit, de ezt is neked köszönhetem. De ez mi van? Madár. Megjött a madár. Majd elviszem én, vagy összeszedted? Összeszedtem. Akkor jó. Annak egy Kláducki. Azt mondja, Dick, ez mi volt? Andris, ezt mondta. Ja, itt megy fel a tetőre, ez nem az? Nem olyan, nem látom. Ja, igen, ott megy fel a tetőre. Aha, jó, akkor azt, azokat te megnézed. Azt elhozzuk. Jó, azokat nézd meg. A rémet is elhozzuk, jól leszélgetni. Találtam, ami értelmeset itt a tetőn? Hát semmi olyan nagyon komoly dolgot. Mi kell a motorhoz? Nagy motorhoz? Aha. Viszont itt van még egy... Ja nem, ez lapos tető, se tök, nincs tető. Most jut eszembe hátulról, nem mindegy. Nyugodtan ugorhatsz, hogy a tetejére nem fog sebződni. 30 steel. Gyere, Axel, fél hat múlt. Mindjárt, ez, ezt még a konyhát ezt megnézem, és utána még azt az egy árva kis csóró húsit csak el kéne majd vigyük. Lámpa, elektrikál, mechanikál... Na, ha sziker? Tessék? Valóban. 24 darab. Valóban el kell hozni. Igen, mondja hallgani is, hogy Andris a zombi mágnes, mert tényleg, ahol te vagy, ott fű nem terem, csak zombi. Na most éppen ezért akarok Ducktape-ből javítókészletet csinálni. Ja. Szkerel. Most csak elhozod a medvét? Medvét, igen. Várjon a izé. Mi a fene az? Várjál. Várjál, mert én most nem tudok futni, az a baj, hogy teljesen le vagyok izé gatyásodva. Elhiszed nekem, hogy most egy lövés lenne az állatka? Hát akkor próbáld meg, akkor én is itt vagyok, azt lőjük le. Akár mindegy. Jó. Honnan lőttél? Mögötted. Akkor viszed... Elbújtál? Hát itt vagyok a konyhában. Viszed vagy vigyem? Nekem van a motoromban már hús. Van nálad hús? De, akkor hozottál. Ja, azért mondom, hogy nálam van már amúgy. Akkor hoztál? Egyértelműen akkor hozod. Ez mennyit adott? 15-öt. Megnézted ezeket a dolgokat? Na, hát az mi volt? De nem is a cső volt. Más még egy. Ez, azt nem tudom, hogy ez a bejárat, ez az a bejárat? Ezt nem tudom elképzelni, hogy ez most, vagy ez egy szoba. Kijárat, mehetünk. Ja, itt lennem voltunk még. Ja, ide majd visszajövünk legközelebb. Szia, Junos! Sziasztok! Ah, jól van. Azt mondod, mondjuk én nekem megmondom őszintén, hogy jártányi erőm nincs, tehát én most azért vagy először kipakolok, vagy valami, de még én legszívesebben lenéznék oda még, csak azért, hogy ne kell visszajönni, csak egy nagyon gyors kipakolást itt kell csinálni, mert... Ja, meg most már iszogatnom is kellene, hogyha van nálam víz, és nincs. Én egy, ja, ezt itt leszkrepeljük. De van. Egy gyors... Jó, azt hiszem víz van, ott bent van. Timi, akkumulátor is kéne, mert nem látom. Jó, úgy nagyjából viszont, ja, pénzt is kidobjuk, még az is kimehet. Jó, úgy nagyjából sikerült kipakolni. Lejössz még oda? Nem mehetek feled még oda, hogy ne. Nekem még hát most, már úgy egy kicsit jobb bőrbe vagyok. Na, megnézzük, hogy odalent is vannak-e kutyák. Vagy mi van itt lent. Ez csak egy... Ja nem, itt megy az út arra. Megy az út a ház alatt. Tiszta Call of Duty, megyünk, nézzünk, hogy ott egy kutya, megvan. Még egy kutya.
kutyák mit tesz? Azt hiszem, legalábbis kettő volt, az biztos. És biztos, hogy nem csak ennyi. Biztos csak nem ennyi, hanem csak kettő ennyi. Volt. És miért csak egy malac volt? Azt sajnálom. Ja, és itt van a bejárat. Jajajaj, hát itt is lehetett volna lejönni ide. Jó, ezt is láttuk. Ezek, nem tudom mik ezek a sárgák. Hát nem hiszem, hogy jelentős valami. Te csináltál, Imi? Csak őt nevezed meg, szebb lahó éneked és utállak. Köszi! Igen. Én lány vagyok. Lahó. Alap. Miért? Mert ott két kettő kell bele és nem egy. Mester, hon vagy? Csak akkor szétszedem a kutyit is. Csont meg bőr van, annyi, vagy csont meg. Annyi csontunk volt csak. Azért üszek még egy kis. De nálam van azért már van azért, azért én szedem szét, szedjem én szét. Szétszedted? Egy darab csont kell. Aha, itt van ez. A mondom, annyi csontunk volt. Igen, de ha nem több az fejben volt, hanem a padba, akkor kétszer annyi ragasztott. Hát ezt nem visszük. Ennyi volt. Jó, oké. Okay. Úgy is elpazaroljátok, tehát tök mindegy. Hát igen, ha már úgy kezdjük, hogy csak a felét dobjuk a szemétbe. Nem, már gyorsabb lesz pazarolni. Üres. Ja, nem, ebbe volt. Összesszük, többet pazaroltatok el abba a 3-4 motorra. Itt volt egy kutya most? Mint amennyit a szó. Ott volt, azt szedtem szét. A motorra nem lett elpazarolva. Igen? Motorra nagyon jó kis... Hol volt a kutya? Már szétszedtem, ott ahol álltál. De nem úgy, hanem most hallottam, hogy megdöglött egy kutya. Vagy ez még, vagy akkor ez mag, vagy ez magoréktól jött át ez a hang? Lehet. Mi? Valami, mint hogyha ilyen kutya halál lett volna, nem? Hát szerintem, aki neked egy kevés zsírt meg csontot, nálad úgyis van. Ennyi? Hát nekem úgyis... Várjál már, nekem mi az, hogy nulla? Szerintem, az nem lehet fejlődő. Mi az, hogy kicsikor nulla? Jaj, nem, így azt hittem, hogy... Imi! Oké. Imi meghalt. De onnan a francból jött medve. Mi küldtük, oda spawnoltuk rád. Csöndben legyél. Hol a medve? Három, kétszer halt meg Andris, mert te nem voltál ott. Hát mert ők nem tudom mit csinálnak, hát nem tudnak vigyázni magukra. Nem tudok mindenkire hát vigyázni. Azt mondtad, hogy jössz utánunk. Hát én mentem is, hát nézd vissza alá. Én mentem, aztán harcoltam mindenkivel. Azt nézd meg, hogy 140 az életem. Hát nem tudok mindenki helyett vigyázni. Na, mehetünk. Na, menjél előttem. Akkor én megyek előtted, oké. Okay. De hazafele még megállunk egy-két helyen, mert én olyan vagyok. Nekem már semmi helyem sincs. De itt van egy piros van. Autó. Szép napot neked is. Hogyne? Ja, mi? Na, ezért látod, volt benne 11.762-es lőszer. Ugye, hogy megállt, megérte. Igaz, hogy jó volt tájt, you know, de igen, miért? Szevasz, Júnyó. Ja, mi? Na, mehetünk. Nézd a Daxelhez is. Mehetünk, fiam. Itt van nála a hülyéskedni, Lucot küldeni. Az igen. Melyik út vezet... Lucot megküldjenetek neki, úgyse jön belőle sem. Nézzük majd, melyik út vezet haza, de nem hiszem, hogy ez. Várjál. Innen nekünk... Na jó, menjünk. Menjünk. Abba az irányba. Mert ott lesz majd egy másik út. Hogy miből nem jön, micsoda? Vagy mit mondasz? De ott megy az út, szerintem az arra kéne rámenni. Régből kapott bevételet. Hát figyelj, ezek a fiúk, ezek annyira szorgalmasak, hogy jön belőle, Imi. Miért lenni bunkó, ki mondta? Na várjunk már, mivel tudok én most így gyorsítani? Ez most gyorsít elvileg. Most gyorsabban megyek, csak kanyarodni nem tudok közben. Gyorsítsunk megint. Aha. Hogy ez gyorsabban megyek most? Hát szerintem igen, mert utolérem mindjárt Andrist.
Engem nem érhetsz utol. Aha, pedig igen. Megfűtöm. Csak át kéne váltani tényleg, mert az a baj, hogy igen, tehát közben, hogyha azt a gyorsító gombot nyom, akkor viszont nem tudok kormányozni, valamiért az üti a két dolog egymást. Most viszont átváltottam, hogy egérrel irányítok, és akkor így viszont igen, ég a gyertya, ég. Kejfej Jancsi, hány órára? Mozgassad csak az egeret motorozás közben, tök jó. Tök jó fogy a benzin is ám, 37%-os, mondjuk azzal még hazamegyek, csak... Csak na, hát szóval na. Szevasz Blahui! Mit mondasz velem, nem tudok így gyorsan, mert olyan gyorsan, mert egy kicsit lassít. Önmagát fejű kecske a lovakat, akik már elvesztették. Mi? Na, ezt meg nem is értem. Elfejű kecske lovak. Ja. Ja, hogy you know. Ja, hogy őt. Hú. Kemények vagytok, fiúk. Juno az lány. Akkor meg főleg. Jobban szeretném, hogyha... Ez is ugrat egy kicsit. Mire vigyázzak? Mire kell itt vigyázni? Mire kell vigyázni? Gyere utánam! Gyere utánam! Nem tudom kikerülni. Te hova vagy? Ja, hogy mert erre gondoltál, hogy ez jól van. Ez szép volt. Egyem szebb volt, jó? Ja, hát gondolom, te nagy gázzal csináltad meg ugyanezt. Igen. És nem sebzettem azóta csinálnak. Szerintem én sem nagyon. Nem érhetsz utol. Dobsz, jaj, igen, hozzá vagyok szokva, hogy körbe lehet nézni motorozás közben, de most nem lehetne, most egérrel irányítom. Nem érhetsz utol. Azért ez kicsit túlzás cseten ilyeneket írni, gyerekek. Nyugi, Juno. Szerintem Juno az nyugi. Nem, szerintem Blahui az, aki nem... Na, erre viszont nyugi. Emlékszem. Erre, és már most elvileg nem sokára otthon vagyunk, vagy nem vagyunk otthon. Nem jó fele mész. De nem azt mondtad, hogy inkább követjük az utat, és akkor... Nem, de már... Ja, vagy... Ja, lehet egyébként, hogy igazad van, hogy ez... Jó, lehet, hogy igazad van, tényleg. No, madár. Jó, mehetünk, nem baj, menjünk. Megtalált a madárka. De jó kis budapesti hullámvasút. Jóha. Erre lakunk arra, de szuper. Erre gyertek felé. Hát igen, nem teljesen jó irányba megyünk, Andrisom. Én megyek utána, de... Megyek utána, de nem jó fele megyünk, az már egyszer biztos. Ne. Mi teljesen nem jó irányba megyünk. Erre ne gyere, állj meg, fordulj vissza, erre ne gyere. Ezt mondom, hogy nem jó fele megyünk. Maradj az úton. Teljesen nem jó, úgyhogy ott volt egy kereszteződés, és ott rossz irányba indultunk. Jaj. Hú, most nyomom ám a gyorsító gombot is. Különben már visszaestünk volna, ez meg megöl itt közben. Megöl gyerekek, mire feljutok innen. Azt a rohadt. Sose gondoltam, hogy egy ilyen izébe fogok meghalni, hogy egy madár megöl a motoron. Mert nem tudom lehagyni. Mondjuk annak mit ad az mondjuk, hogyha jobban belegondolok. Hát mindegy, most már megyek utána.
Na jobban belegondolok, adott volna egy csomó tollat. Igen? Hát egy olyan 50-et adott volna. Jön. Na gyere csak az út felett gyere, barátom. Az út felett, ja? Vagyis nálam. Mert te voltál az, aki. Adott 25-öt, hát mindegy. Üsse kavics. Andis, te merre vagy? Nem mondod azt, hogy esetleg megint bajba kerültél. Nem, téged várlak. De hol vársz? Mert én hazafele tartok. Hát tartanék, ha az út is úgy menne, ahova én szeretnék menni. Jó, nézzük meg, kér haza hamarabb. Jaj, juhú. Imi dead. Mit tudom, kértem tőletek? Tudom, megint én vagyok a hibás, tudom. De nem az, mit fogd kértem rám, tőletek? Nem, én vagyok a hibás. Kértek felé? Nem, én vagyok a hibás. Meg mindenki hibás, csak te nem. Te vagy a tökéletes. De mit kértem tőletek? 20 forintot? Vagy melyik, melyikre felé gondolsz? Erre mit csináltok? Hazajöttök. Hát honnan tudjuk, hogy te hol vagy, amikor mi megyünk hazafele, mert jön az este. A térkép! Nem ismered a térképet? Hát a fene gondolkozik, hogy te hol vagy, azt hittem otthon vagy. Mert látod, nem gondolkozol, ez a baj. Te nem gondolkozol, ezért haltál meg? Te meg folyton csipkelődsz, az a baj, na? Erre mit? Befoghatod a csőrödet, te nyomorét. Na, nem fogom befogni, arra várhat, hogy belepofázol olyan a na, hát akkor itt csapatoszlatás lesz, úgy tűnik, mert így ez így nem lesz az jó. Az biztos. De jó kis városka ez is. Ja, ebbe szerintem ebben voltam egyszer, mert ez van nekünk. Ja nem, ez a közvetlenül, ez a kis... Ja, ez a kis délre, tőlünk délre van ez a város. Hát ez a kis kezdő városkánk, ami mellett születtünk. Ja, jól van, az tök jó. Akkor itt is vagyunk. Ihu ne, mindjárt itthon vagyunk. Vannak a kis forestek is most már. Egy szép kis kanyar. Mire én még kipakolok ebből. 8% benyával értem haza. Hurrá. Na, és akkor nem ülünk fel, nem ezt akartuk. Nem ezt akartuk, hanem akkor kezdjünk el felvinni dolgokat, mondjuk. Azért viszont tollat rengeteget találtam, annak örülök. Meg ezt is felvisszük, mi lesz a... ez majd odaadom Andrisnak. Azt én fogom, és ezt még leszkleppeljük. Ja. Vigyük, ami fontos, meg a húsi az a fontos először. Na jól van. De merre vagy, Andis? Nem értél még haza? Vagy itthon vagy már? Juhú, én ugrok. Andis, ne legyél ilyen. Hol a húsi tartunk? Azt... ez alatt. Jaj, még itt a tojás is. Tojás, húsi. A víz is valahol ide kell. Ez csak ez a koszos víz. Hát valahogy az összekeveredett most már. Ja, nem baj. Ja, ez nem baj. Csak
Hopp. Amiket talál az ember ott a tartóba. Ez is kosz. Ja igen, hát vannak, mindenütt vannak dolgok. Ja, itt van a rendes víz, ez ide be. És a konzerv, az előbb láttam, melyik volt a konzerv, nem ebbe, ebbe. Jó, hát majd lassan, még nem eszem meg, még nem kell. Még nem eszem P. Még be kéne a vegyibe. Vegyi gyogyi. Na, hoztam egy kis csontot. Jól van, 72 darab ragasztót csináltunk. Az jó. Sőt, hoztam amúgy, csak az még a motorban van, mert hoztam ragasztót is. Menj csak, és akkor a gyógyszeresbe megy a gyógyszer. Jó, mi kell ide még? Ez meg, és akkor nagyon sok fegyverlőszer van, az a bangból azért elég sokat elhoztunk. Akkor... Hát mindegy, ezeket behajítom ide. Ez se kell, ez se. Hú, ezt viszont, azt viszont ezt átalakítom. Szerintem ezt kicserélem majd ezzel, mert mégiscsak hármas. Azt mondták az iskolában is, hogy jobb a hármas, mint a kettes. A pisztolyból is így van. Na, a kötöst. Meg csak ezt akkor ide az olvasztárba bedobjuk. Jó. Meg csak, és akkor a tervek azok hova vannak téve? A tervek. Az egyébbe. Az egyébbe. Jó, akkor ezeket ide. Ez a fejlám, ez most nekem szerintem ez nem kell. Aki akar, az felhasználhatja. Ezt viszont esküszöm, megcsinálom megint. Ezt a múltkor is megcsináltam, csak ki se tudtam próbálni, mert reszeteltünk, hogy iszom a mocskos vízből, de ezt ki szeretném majd próbálni. Úgyhogy ezt, de nem biztos, hogy itt van a helye. Ezt, na, ezt majd meglátom. Ilyen fejlámpa, minek mondják, hát ez ilyen... Ja, hogy van ebből több is. Van ebből több, csak jó van, nem baj. Úgy látom. Jó, akkor ezt ide teszem. Ezt is ide teszem, mert ezt akkor majd én ki akarom próbálni. Jó, acél. Acél az most nem kell, azt kidobjuk. És akkor melyek a többi cuccér még. Hát ebből, hát szerintem ezt is most bedobom, mert nem kell ez most, de majd csinálunk, mert van itt rengeteg, úgy látom. Igen. Itt a bocim. Hoci-moci. Hoci-moci, adjad magad, bébi. Na akkor innen, ezt be tudtam húzni mindent? Szerintem igen, nézzük meg. Ja. És akkor még viszem a mocimat is magammal. Ne remegjen itt, mert rossz nézni, hogy mit csinál. Rossz nézni. Ezt lehet, hogy onnan egyel többet vettem le, mint kellett volna. Na jó, visszateszem. Jó, és akkor még ezt a keveset innen kirámolom, aztán... Hát, pont időbe. Időbe van itt minden. Időbe van itt, kérem szépen, minden. Úgyhogy jönnek a bőrök. Ez is, kraftoláshoz kell. Az nem, de ez igen. Ez is lőszer, ja, ez kell még. Ó, hát van rengeteg, 74 darab ragasztónk is van ráadásul. Igen, mert ezt én is hoztam még. És akkor tényleg abból már most ja, jó sok ragasztó szalagot lehet csinálni. Jó, akkor az úgy jó lesz.
ezt nézem, ja, itt van még alul, ez bejön ide. És akkor, hát én nem tudom, én gondoltam, hogy a vegyipadba kéne ezeket a régi szendvicseket, mert ezt én gondoltam én, de nem tudom, hogy ki hogy gondolja. Hát nem tudom, lehet abból is lehet valami kaját csinálni? Hát igen, csak abból... Hát igen, most az a kérdés, hogy mire jó, mert alapvetően most nem sok mindenre jó, mert ugye abból lehetne csinálni elvileg antibiotikumot így több lépésből, csak igazából azt beszéltük, hogy itt nem szoktunk most megfertőződni, tehát igazából arra meg nem nagyon van most szükségünk, de elvileg lehetne. Szóval na, hát ez a nagy kérdés, hogy nem szoktunk megfertőződni, és hát na mindegy. Úgyhogy most per pillanat nem jó, de hát bármikor behozhatják vissza a játékba egy frissítéssel, hogy most már megint fertőződünk, és akkor ez egyes, ez az én, ja, ez az én lapátom bizony. Az az enyém volt, ez mehet ide, ez is mehet. Jó, Andisnak a kincses térkép, csak azt vajunk azt az egyébbe. Hát egyébben ide nem fél, pedig itt is van térkép, de ezt majd akkor odaadom neki. Ja. És most már megint csak ott tartunk, hogy hol vannak az üres üvegek, mert valahol vannak. Valahol láttam sokat. Föl, vajon most csak, már itt vannak. Aha. Jó, és akkor még vissza ide, mert akkor itt vannak a magok. Hát mondjuk, hogy magok. Mondjuk úgy, hogy magok, de hát jól van. Nagyjából sikerült ezek irámolni. A traderesbe akkor még be a pénz, még ezt az egy sapkát, ja meg még ezt is. Igen, ez ide, a sapi meg még oda a ruhásba, ha sikerül. Bár szerintem scrappelhettük volna, és ezeket nem tudom még, majd meglátom, hogy ezt rá tudom-e tenni valamire, mert azt nem tudom. Aztán szerintem így körülbelül, és hát ezt a két pisztolyt, már úgy értve, hogy ugye van ez a két pisztolyom, ezt kicserélem majd akkor hármasra, de hát ezzel már most így nem húzom most az időt, ezt majd megcsinálom, ez is ki kéne dobjam, csak már nincs hova kidobni, ez úgy tele van ez a szekrény. Ötös pisztoly. Ez, vagy hát az még jobb lenne, igen. Csak ugye hát ezt nem férnek majd ebben a dolgokba. Se tudom amúgy, hogy mi ez. A ja, Living of the Land. Akkor se tudom mi ez. Jó, na majd ezeket egy kicsit alakítjuk. Jaj, köszi Anita. Oké. Hát szerintem mindenki, Kata. Mindenki. Kedves Sancsi, nem a találjadat, de téged állandóan haj. Ja, igen, így gondolod? Hát, nem tudom. Én szeretem Andrist egyébként. Elindítottam a pisztolyodat másfél perc. Jó, igen, tehát szerintem is, tehát nem is kéne, szerintem is abba kéne hagyni, majd Anita ír nekem, mi Anitát is régóta ismerem. Mindenki okos, értelmes ember egyébként, tehát én Anitát is szeretem, nagyon szeretem Andrist is, meg mindenkit, tehát úgyhogy azért mondom, hogy nehéz dolog, igazságot nem is akarok tenni, mert nincs is itt egyébként úgy semmi baj, meg nem is akarok erről most többet beszélni már. Azt nézem, hogy mióta, és hát 3,5 órája megy, mert csak ugye azért is vártuk meg, hogy visszaérjünk meg, hogy este legyen, hogy kipakoljunk, mert egy kicsit úgy hosszabbra is nyúlt ez az egész live, amúgy is ugye mindig átlagban olyan 3 óra szokott lenni, de hát most egy kicsit még hosszabb is lett ennél az egész. Viszont akkor majd, hát jó, most ezeket meg kell beszéljük majd így házon belül is a dolgokat, amik vannak, de én úgy gondolom, hogy
tisztázni is lehet a dolgokat, meg kell is, úgyhogy valószínűleg, hogy holnap jövünk. Én most azon elkezdtem nagyon gondolkozni, hogy szép így, meg minden, meg jó így, csak nem tudom, hogy mennyi értelme van, mert az többször elmondtam, egyik szemem sír a másik nevet, hogy ugye bemegy az ember a házakba, és nincs bent senki, és örülünk is egyrészt, de másrésztről meg mégse örülünk, mert hát na mégiscsak jobb lenne, hogyha úgy lenne. Szóval lehet, hogy mégis el kéne majd gondolkozzunk azon, hogy lehet, hogy reszetelni kéne esetleg, mert akkor állna helyére minden így a mapon. Szóval na mindegy, ezeket is majd meg kell beszélni még így házon belül, hogy ezekkel is, hogy mi legyen. Úgyhogy na, ettől is függ, meg sok mindentől függ, hogy akkor most holnap leszünk-e, vagy nem, vagy mi lesz, vagy hogy lesz, de hát nyilván leszünk majd, ha holnap esetleg nem is, akkor máskor, de az is lehet, hogy holnap is. Most az a baj, hogy ez ilyen nyitott kérdés, mert nekünk is el kell dönteni, hogy most feladjuk ezt a fejlettségi szintet, ahol vagyunk, mert ugye ez az egyetlen ilyen keserűség, hogy az ember itt áll kapujába, hogy mondjuk legyen autónk, és most ilyen apróságok, de viszont másrésztről meg tényleg a játszhatóság tűnik el, hogyha meg bemenjünk a házokba is, és összesen egy kutyát találunk, meg egy vaddisznót, tehát egy kicsit olyan furcsa. Na, úgyhogy ezeket majd nekünk is át kell gondolni még, és de mindegy, ettől függetlenül nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ilyen sokan ma is, meg ilyen sokáig bírjátok nézni ezt, amit itt csinálunk. Hát nekünk legalábbis személy szerint, akik játszunk, nekünk repül az idő, tehát én az 3,5 óra az nekem úgy eltelt, mint hogyha fél óra lett volna. Pedig hát tényleg ugye az ember, ti lehet, hogy fel tudtok állni, kimentek, mi meg én, akik játszunk, vagy én is egyfolytában itt ülök, se nem eszem, se nem iszom közben, hanem játszunk, szóval nekem még, de ettől függetlenül, mint a fél óra telt volna el. De, úgyhogy ettől függetlenül nagyon köszönöm a sok lúcot, mindent köszönök nektek. Majd megyünk oda is, Miklós, mindenféleképpen, nincs még felrakva nekem, de beszéltük Skuddal, hogy majd fogjuk játszani. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, sziasztok, további szép estét kívánok nektek, és bocsi, hogy így elhúzódott egy kicsit, már most már 8:30, mindenki biztos menne nézni valami más live-ot, ne? Szép estét, na nem is húzom most már az időt, sziasztok! Sziasztok!